Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra, úgy pontosan 15 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Feri! Ahoj, poplácsek! Egyetlen barátom... A bajban, bajtársa. Hát mondom, hogy hogy állunk. Csak hogy soroljuk a stábunkat. Szernyű. Hogy mi van? Szernyű. Tehát ugye Jani elment Szabira. Ezen nincs semmi baj. Megérdemli, pihen, jár neki, ritkán megy. Karolina elment Szabira. Amit nem értek, mert én nem engedélyeztem, te engedélyeztem? Hát nem, de ő nem is érdekel. Akkor is, ne kérdezze meg, vagy legalább szóljon. Tegnap jó, itt persze. Volt még, tegnap igen. Ide böghetett volna nekünk egyet, hogy srácok. Hello fiúk. Hello. Igen. Én megyek. Na, igen, de hogy ő úgy nem stábtag, tehát hogy csak mondom, ő ugye hír osztályhoz tartozik, de elment Szabira. Csabi ma már nem jön. Na ne. De. Na ne. Tavaszi szünet van. Kinek? Hát a gyerekeknek. De hát akkor neki is. Na ne szórakozzatok már, de tényleg. Anna, Juli helyett pedig lebetegedett, tehát aha. Tulajdonképpen mi ketten, Juli ott egyedül, Viki még megjön, de a csapat fele úgy nagyjából az úgy eltűnt. Nagyon jó, gratulálok. Anna sehol, Jani sehol, Csabi sehol, Karolina sehol, megfogytunk. Nem tudom, érzed, de megfogytunk. Holnap én se vagyok. Jó, akkor mi? Jó, akkor a következőt tudjuk tenni, mikrofon lehúz, zene tízik, kész. Tök, ilyenkor mi van most a két műsorvezetőben az egyik még kidől? Hát akkor megvalósíthattad volna régi álmodat, hogy egyedül csinálsz rádióvisort reggel 10-ig, a hallgatók betelefonálják és elmondják, hogy mi a bajuk. Nem ez volt a terv? 4 óra balival, de... Na, igen, négy gyönyörű óra balival. négy fantasztikus óra. Én kicsit billegtem, mert tegnap este kimaradtam, de nem sokáig, egyébként 11 körül már otthon voltam, és akkor megfáradtam kicsit, és gondoltam, hogy mi lenne, ha így fél hét körül jönnék. Ez biztos ezt a fél órát elütöd valahogy. De aztán megembereltem magam. Mondtad, hogy nem? Sincs. Nem lehet. Nem lehet. Ott vannak azok a pillanatok, amikor így érzed, hogy basszus, az a fél óra még annyira jó lenne, hogy az nem. Igen, láttam rajtad kicsit, le vagy ülve. Nem vagyok leülve, csak melóztam, és kész vagyok. Te jó, zsíros hackni? Nem, pultos állást. Pultos? Pultos? Figyelj, nagyon sokat beszélgetünk már arról, hogy a szolgáltatóipar különböző oldalán lévő emberek, tehát a vevő meg a kiszolgáló, az másképp látja a helyzetet. Mi ugye általában vevőként szoktuk, hogy mennyire bunkó volt a izé, miért nem tud mosolyogni. Miért nem úgy adja? Hát igen. Most a héten volt alkalmam kipróbálni a másik oldalt, ilyen teljes napos műszakokra. Figyelj, nem hiszed el a vevőt. És tehát akik eddig írtak nekünk, taxisok, tényleg pultosok, boltosok, orvosok, bárki, gyerekek, maximálisan igazatok van. Kiadsz egy kávét, egy tök egyszerű presszó kávét, amivel semmit nem tudsz csinálni, mert az kifolyik a gépből. Megkapja a vásárló, és azt mondja, ez forró. Hát mondom. És fekete is. Igen, tudok és kis adag. Két dolgot tudok beletenni, vagy körbefutok itt a placon, hogy lehűljön a kávé, vagy öntök bele hideg vizet, Szivi, mert látod, ez a kávégép, ismerkedjetek meg, ebből kijön a 92 fokos víz, mert nem lehet, hogy forjon, de ugye be van állítva a dolog, és azzal én nem tudok mit csinálni, ha válsz egy 2 percet, akkor sokkal. Akkor ki fog ülni. Akkor sok. És erre nehéz mit mondani. És számtalan ilyet hallasz. Tehát én, gyerekek, szolgáltatóiparban, akik vagytok, én mellettetek vagyok ettől a héttől kezdve, mert nem hiszed el. Miért van a számlán a leves? Mert megtetszett tenni, nem tudom, emlékszik-e rá? Azt mondja, ja, tényleg ettem levest. Nem volt régen, egy órával ezért, igen. Mert ettél még főételre. Tehát csak nem is tegnap vagy, igen. Tegnap előtt, igen. Tehát, hogy annyira nem is durva. És ilyenek, úgyhogy nagyon-nagyon jó. A csúcsot az a kávé vitte el tényleg, mert azzal nem tudsz mit csinálni. Tehát mindenbe bele lehet kötni egy étteremben. De miért nem mondtad, hogy keserű? Vagy hogy fekete. Igen, hogy fekete. Vagy tété, hogy kis adag. Hogy miért nem nagy adag? Kérni. Igen, hát kérni, nehogy hosszú... nem egy láttét tetszik inni, hanem egy presszó kávét. Hosszú tejjel megoldjuk. Na, úgyhogy velem ez van, tehát jó esett volna egy felecske, de itt vagyunk, rajta vagyunk, nyomjuk. Úgy sajnálom, hogy nem fogadtunk a Real Barszába. Én nem tudtam volna másra tenni, mint a Reálra. Mi volt? Kupa döntő ja. Volt, igen. Igen. És kikaptam? Kikaptál volna, és gondoltam, hogy az én kis Reálom, ugye mióta kim voltam ott a Bernabeu, azóta senki másnak már nem, életem végéig nem is fogok másnak drukkolni fociban.
És egy nagyon jó meccs volt, legalábbis a második fél idő, amit én láttam, az egy ilyen kétségbeesett Barca, egy kétségbeesett Reálnál egy-egyel ott tologatták a labdát, aztán az utolsó 20-25 perc, 30 perc az viszont meg már szenzációs lett. Béla egy olyan gólt lőtt 80 méterről, hogy azt nem... Béla? De tessék? Béla? Ah, igen, Kopunovics. Van ilyen, hogy Béla? Bél. Ja, csak a Bél! Mondom, Béla olyan gólt lőtt. Mióta játszik a Madridban? Igen. Kovács Béla, nagyon tehetséges. Nem, ő a Bél. Aha. És elindult, hát egy ilyen laza 80 méterről végig sprintelt az egészet, és egy olyan pocsak gólt lőtt a kapus lába között, nem tudom, hogy hívják a barszás kapust, Pinto, Punto, Pancho. Szerintem azul Páncsó. Páncsó, van esély. Páncsó Pánza vagy valami. Igen. Hogy így 2-1 lett. Aha. És gondoltam, hogy miért felejtettem el, hát bele tudtalak volna hergelni egy ilyen ötöcske játékpénzecskébe. Bele tudtál volna hergelni, mert én barcás, értem, nem vagyok semmilyen focis. De mindig ellenem fogad, vagy hát egymás ellen. Meg én úgy vagyok a két városon, ez ugyanaz állítok, mint a London és Párizs rajongók. Tehát amelyikbe először elmész, ha neked arra lehetőséged van, akkor azt fogod jobban szeretni. Tehát aki Párizsban volt, az jobban a Párizs, aki Londonban, az meg jobban az. És állítólag ez van a Madriddal, meg a Barszával is, foci csapattal is, hogyha valaki eljutott oda, és én Barcelonában voltam, tehát én barcás vagyok, vagy bárcás, de... Bárcás, igen. Igen, úgyhogy te meg azért vagy Madridos, mert most ott voltál és bejutottál. Igen, előtte is kedveltem már őket. Én néztem, de nem voltam ilyen elvetemült madridos, de eldöntöttem, hogy hova máshova, minek. Meg is verekszünk majd egyszer? Mint a Fradi Újpestben, mi is verekszünk egyszer egy ilyen meccs után? De akkor kint? Vagy Madridban, vagy Barcelonában. Tehát akkor legyünk stílusosak, akkor ne itt. Igen. Tehát ne itt valahol a Calvin téren, hanem akkor fussunk össze a Bernabeu előtt, vagy fussunk össze Barcelonában. Jó. Csak ott így kakaskodjunk. Következő meccs lesz, azt tényleg szervezzük meg, viszünk hallgatókat is, biztos mögénk áll valaki, és a cég is örülni fog ennek. Kimegyünk foci meccsre, ketté osztjuk a csapatot, és ahogy kijövünk, akkor mindegy Fradi Újpest után metró korlátokkal fogjuk ütlegelni egymást. Szerintem ez jó. Igen, azt simán meg tudjuk csinálni. Na mindegy, velem egyébként az ég egy a világon semmi nem történt tegnap. Nagyon jó étteremben voltam este, az fantasztikus volt, és... Mit tettél? Egyet mondja. Egy nagyon lehellett finom kis sztéket, semmit. De úgy volt elkészítve, hogy nagyon. Az olyan. Igen. Argentin vagy magyar? Kicsit leadtuk a gyermeket, és elmentünk ketten átbeszélni a dolgokat, romantikázni. Argentin. Beültünk egy csendes sarokba, onnan átültünk egy másik helyre, onnan egy harmadik helyre. Semmi nem történt velünk tegnap este. Onnan egy negyedik helyre. Nem tudod, valamikor levisz egy étterembe valahova, és nem érzed a komfortot, mert úgy valahogy nem jó. És akkor mi nagyvonulósak vagyunk, tehát de Pincé bácsok lehet, megint felállnak, mint hozta a kenyeret, az üdít, megint felállnak, tudod, hogy mentünk, négy helyet mentünk arrébb. De ilyenkor szólsz, hogy bocsánat, nem igen, mindig, átülünk, mindig. Vagy pedig fogod a ízik jön, kijön a pincér az előétel, és máshol nem vagyunk, tudod. Tudtam, hogy a Sebestyén le fog lépni fizetés nélkül. Nem, mindig. Tehát nagy elnézések kérések közepette, foglalta az az asztal, át lehet, hogy ne haragudjon. Sőt, mi még ilyen, tudod, az a visszük a saját poharunkat, amit a pincér azért után, mert ő leszedi majd, ő áthozza, ne nyúj bele, tedd le az evőeszközt, meg pakolunk táskába a kenyér, vaj, a zsebbe, tudod. Mi jó, tehát vonulunk át össze-vissza. Ugyan nagyon kis kellemes hely volt. 5 év múlva, amikor majd már egy kicsit háklics középkorú férfi leszel, mert most még egyik se vagy. Most még akkor nem. Az is lesz. Háklicsnak már alakulok. Az is lesz, mert hogy nárgudjon, velük tudnánk cserélni. Tegnap megkérdeztem, az a hölgy mellettem, mondom, na ő mit teszik? Mert mondom, az nagyon jól néz ki. Már csak egy leellett választottad, hogy ne egyek bele. Elnézést. Hát, csak egy falatot. Hát, ez nagyon jól néz ki. Egy nagyon fontos dolog van még. Már megint a nép kérdez, nem én. Engem mi van a malájgéppel? Nem. Azt már megtudtuk tegnap. Nem, ugye tegnap a nép engem megtalált, engem is nagyon érdekel, meg kell kérdezzem, ki repült-e a muslica? Figyelj, nincsen. Nincs se itt, se ott. Tehát, hogy se nem koppant. Ha? Se nem jött, nincs raj, mert most vagy beköltözött és ott lakik, vagy elhalálozott a gyomorsabban, vagy még mindig ott lebeg, vagy lefelé indul, de hát az egyelőre akkor még vagy kevés rossra teszem, úgyhogy az még egy 4-5 nap. Vagy beépült. Vagy beépült. És egy hosszú távú megfigyelés alatt állsz a kubai
felderítők által. A musticából nem lesz valami, nem lesz belőle semmi, nem? Nem, tehát nem egy, hogy megeszel egy, mit tudom, egy hernyót és egy lepke, majd így kirepül a szádba, hogy megeszel egy muslicát, és kijön egy szitakötő, tehát nem tudunk ilyen típusú átváltozásra, nem? Vagy egyszer majd így köszönjük, hogy hello, és így egy ilyen szitakötőre így ki repül a számmal. Igen, hát szerintem ő elhalálozott, tehát hogy ő belehalt ebbe a kamikáze szájba repülésbe tegnap reggel a fogmosásnál, viszont ma reggel vártam. A barátját? Nem, vártam, mai eszembe, hogy mentem fogatmosni, tudod, és mondom, hát ha beserepült, hát ha megint megtámad, hát ha előkerül, de nem. Álltam ott. Csukva volt a fürdőszoba, ajtótok egész? Nem. Nyitva. Az nem, jó. Az nem jó, mert akkor kirepülhetett. Igen, mint a kis herceg, tudod, várja a rókát, nem jött. Paf sem, pafnak se jött, Janika. Nem baj, hogy nem rókázták korra reggel egyébként. Szóval meggyászoltam ezt a muslicát, de nem bukkant elő, úgyhogy sajnos rosszabb, most már egyre rosszabbra gondolok. Ja, annak vége. Igen, minden pillanattal fogy a túlélés esélye ennek a kis muslicának, úgyhogy hát sajnos szerintem ez. Ezért van ma a fekete póló? Vagy gyászolok. Ma gyászszertartás van. Elvesztette muslica barátomat. Na mindegy, úgyhogy ez volt, de igazából tényleg semmi extra. Aki most kell, vagy most indul, annak mondjuk, hogy meglehetősen hideg van. Bizony. Egy ilyen kis finom, leheletnyi, jeges északi szél befújja azt a kis havacskát, ami úgy leesik néhány helyen, meg a hószálingozás, nem tudom, miket olvasok. Megint kár, hogy nem fogad. Mennyi pénzt tudnék ki rólatok legombolni, ha kicsit keményebbek lennétek. Nem, a Reál, vagyunk. Nyerni fog a Nadal, esik a hó, minden bejön, amit mondok, basszus, hogy én nem tudok hibázni. Nem, kemények vagyunk, nem hülyék. Tudod? Tehát, hogy ez a meccsre nem fog, vagy mondjuk ha mondod nekem, én beleugrok, a havazásra ugye nem fogadtuk. Április közepén bemondani, hogy Bali szerintem nem lesz hó, hát a legnagyobb 20 fokban már nem annyira bevállalós. Hát ugye nektek azt kell tudom, hogy nem lesz. 1% az esély az egy április végén, ez már nem nagyon szokott. Nem. Most a magas hegyeinkben, például ugye Mátra, Szent Istvánon, ott ahonnan jött a hójelentés, ott azért belefér még egy havazás, tehát ezért mondom, hogy nem vagyunk hülyék. Mi van a Nadallal? Viszont ne kóstolgass, mert mondom neked, Roger nyilatkozott. Mondta, hogy lehet, hogy visszalép a Garrosztól, ha jönnek a gyerekek. Most érdekes, hogy a cikk egy gyerekről szól, de én közben ikrekről tudok. A cikk azt mondta, neked egy gyerek. Neked még azt írta. Neked még azt mondtam? Neked, nem, Rozsé nem velem van jóban. Igen, viszont Nadal menetel, Gyoko menetel, úgyhogy figyelj. Ha találkoznak, tartom. Jó, van rá esély. Megmondom neked, Gyoko az ma tovább megy, látom az ellenfelét, Nadal, hát Tomi Robredot, nem? Mit nem? A Seppi. Kész, mind a ketten mennek tovább, és benn vannak a legjobb nyolcban. Na. Úgyhogy balakul az a Nadal Gyoko, szerintem. Jó, valószínűleg akkor hétvégén fognak találkozni. Mindenféleképpen, ugye? Akkor igen. Majd vasárnap, mondom, vagy hétfőn van a döntő. Már mondom, ha bejut mind a két ember, a tehetséges Gyoko, meg ez a senkiházi Nadal. Az a kis kutyaütő Nadal, főleg salakon, így van, hát semmire nem méltó az eredménye. Na, akkor 10. 10 Gyoko? Akkor 10. Illetve azért azon gondolkozz el, hogy világsztárod, akit eddig hype-oltál, ez a Roger. Roger, salakon? Semmit nem teszek. Nem salakon, nem azért, hanem hogy egyáltalán azt mondja, hogy mert jön a gyerek majd, én akkor most visszavak, ha hagyjad már. Kész, semmit, fogatlan oroszlán már, egy senki. Viki is mindig ezzel idegesít. És de igaza van. Megőrülök tőle. Okos asszony, tudod? Viki, nem értesz a teniszhez. Fogalmad nincs, milyen pályát futott be. Nem tudod, hányadik a világ, hagyjad már, felejtsd el. De mondom, Viki, hogy felejtsem el 17 Grand Slam, hagyjad már, semmilyen már, öreg már. És ott a csávó úgy játszik, hogy csak negyed annyira tudnék úgy mozogni a pályán, mert hogy én is teniszezem, mint megőrülnék. És hogy ül és nézi, óriási szakértő. Á, felejt, hogy elbukik véletlen labdamenetet, mondtam. Na, ugye? De és igazán. Viki, mit mondtál? Tavaly még első volt a világranglistán, vagy tavaly előtt visszajött. Kész vagyok tőle. Látod, ennyi, egy év alatt eltűnik a dicsőség. Viki okos asszony, és ért a teniszhez úgy, mint én. De lehet, hogy kicsit jobban. Mind a ketten, igen, hatalmas szakértők vagytok, igen. Nekünk el is kéne menni egy ilyen teniszműsorba kommentálni. Na, azt nagyon megnézném. Igen. Nézd már, na, azt nagyon megnézném. Nézd már, csík. Csíkra ment. Nézd már, csík lett. Te, Viki. Figyelj már, ez jó most, vagy nem? Hallod, Viki, nézd már, lassítanak ott valamit, esik le a labda, de mit lassít? Miért lassítják? Azt hiszem, mi az? Kikért valami challenge? Mi az a challenge? Hallod? Nézd már, csíkra esett, nézd már, hogy fut a labdája? Ki az, aki ott fut? És ki az a csáv ott a létrán? Igen, mindenki ott fül a pályára, kisgyerek, szedjék már le. Halló? Néző, beruhant egy néző. Én imádnám. És ott ül a létrán, az a magas, az minekül, miért van rajta mikrofon? Kibe beszél? Speaker az, vagy ne DJ? Ne telefonáljon, ha meccset néz, vagy mi ez? Ütögeti a kis laptopját. Úti, nagyon bírnám. Nagyon szeretném. Ahogy mondjuk egy 6-6, tudod, és egy ilyen rövidítés. Innen átveszitek, 6-6 rövidítés, tessék, ki kezdi, hányat szervál, mi van a rövidítésnél, hogy van a forduló, mikor cserélek térfelet a rövidítésnél, tessék, azért azt meghallgatnám. 6-6 rövidítés, 6-6-nál, innen megyünk. 6-6-nál mi kimennénk kávézni, hiszen döntetlen vége a cuccnak. Hát már mit mondjak? Hát már mindent elmondhatok. Erce. A
teniszben az a jó, én azért szeretem, mert mutass nekem még egy sportot, ahol mondjuk egy Grand Slam-en, ahol ötszetben kell nyerni, 4 óra után előről kezdődik minden. Nulláról. Halálunalmas. Nulláros. Hallálni. 4 óra kemény, semmi nem dölt el. Hát ez nincs több ilyen sport, és egy az egy ellen, tehát nem is csapat. És akkor mit csinálnak? Egy kicsi isznak egy ücsit, és hát kezdik nem, mondjuk, előről? Nem úgy kezdik után. Előről, hanem mondjuk 3 nyercettet kell hozni, és 2-2. Kettőt nyer a Nadal, 2-2 a Gyokó, minden szett 1 óra, lement 4 óra, és jön a döntő szett, aki ugye azt megnyeri, az jut tovább, és 4 óra után effektíve azért 0-0, mert hogy semmi nem dölt el, olyan, mintha előről kezdődne a meccs, aki megnyeri az 5. szettet, az lesz mondjuk a Wimbledon-i győztes. Tehát azért mondom, hogy nulláról indul, mert 2-2 nyertél. Te 2-2. Mikita, ezt értetted? És ott vagytok, hogy király, semmi nincs. Sehol van. Jó? Ákos, értesz a teniszhez egy kicsit? Abszolút nem. Egyáltalán. Te miért ülök itt? Amit te most mondtál, az teljes. Az a világ. Semmi? Kiszerve, hányaszerve, mi semmi? De ki ül a létrán, te... Jó, kiül a létrán, nagyon jó. Mi van veletek? Bevettünk a csapatba. Jó, én így vagyok az amerikai focival. Ha egyszer nekem valaki ezt 3 mondatba elmondja, én Ricsit nyúztam úgy mindig egy lahányházban. Na jó, de az messze van, azért tenisz meg láthattunk volna, de semmi. Meg se fog. De tényleg semmi? Semmi, Ákos? Passz. Hát de elmondom mi? A végeredményeket, ahogy illik. Nagy neheze, 6-3-3-6, ilyen van ez az elejére. Ráadásul 6, igen, 2, túl 4, sok 6. eredmény van, szóval ezt össze kell adni, vagy kivonod egymást. Fogalmad nincs. De kell ütni, hogy az ellentétes oldalon lévő kockába már azt is nem tudod, hogy akkor minek rajzolják körbe a pályát olyan nagyra. Igen. Érted? Ha abba a kis vacakba kell beütni, amiben áll a csávó, akkor minek van a másik vonal? Tökre nem értem. Igen, valaki írt még egy nagyon szépen, ez egyik drága hallgatók megírja, amikor egy challenge van, amikor kikéri az egyik játékos, kimente a labda, és lassítva mutatják, hogy tudja megütni a labdát, hogy ilyen lassan menjen. Úgy de jó vagy. Te is föl vagy véve a közvetítő csapatban. Jössz kommentálni, de nagy vagy, óriási vagy, imádlak. Nézd már, milyen lassan megy, hogy tudta egy megütni, az előbb gyorsabbnak tűnt az iskoláját, hogy megnyeste? Hogy megcsavarta? Na. Atya Isten. Jó, hát nem baj ez, hogy ez nem értetek, csak kicsit fáj, de hát most mit csináljuk? Ilyen emberekkel kell nekem minden nap itt ülnöm. Na jó, van, hogy állunk játékkal? Nagyon szépen visszaültél. Tegnap visszaültél a trónra, nem is gyerekek. Csak a lóra, hanem a trónra. És jöhettek nyugodtan. És tudod, most innen, gyerekek, gyávák vagytok. Úgy sem mertek kihívni, puhák vagytok. Jó, de most már játsszál te. Jó, szívesen itt ülök, azért vagyok, úgy, hogy ma egyet megküzdök, és akkor az 2-2 lesz, és holnap jöhetsz vissza. Jó, ülj föl te is, vagy te leselestél, de azért menjél tovább, és akkor holnap beverem a szöget, és megvagyunk. Szép. Így legyen. Biztos így legyen. Elmúlt 3 hétben így volt. Fél hét múlt 2 perccel, drága Morning Show hallgatók, lehet jelentkezni játékra. Aki nem szeretne, az csak hallgassa meg a híreket. Jó, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Jajaj, 8 perc múlva 7 óra, te jó Isten, hogy elment az idő? De ennyit hírezett az Ákos? Szörnyű. Mindig az Ákos. Mindig az Ákos, igen. Na jó van. Oké, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel. Szia Bali, szia Feri. Hello, András. Szevasz. András, hello, honnan hívsz minket? Halászterekről. Halászterekről. Kivel szeretné játszani? Hát majd Ferivel szeretném. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Nem nagyon viccelünk, nem szórakozunk. Indítjuk az órát. Mehetünk? Mehetünk. Akkor 3, 2, 1, és tessék! Halásztelken mindenki halászik. Hát, talán. Te szoktál? Én? Te. Hát, én halászni? Azt. Talán. András, azt tudod, hogy ez passzív eddig? Hát, ez az. Ez passzív. Ez az. Akarsz inkább kérdezni, akkor gyorsabb lesz? Akarok. Tessék. Feri, hol van az éttermed? Liszt Ferenc tér. De rendes vagy, hogy megkérdezted. Eljössz egyszer? Egyszer el fogok menni. Ezt megígérem. Meghívjalak? Akkor gyorsabban odaérsz? Hívjál. Jó. Következő kérdés? Fölírtad ezeket a kérdéseket magadnak? Tessék? Fölírtad a kérdéseket magadnak? Fejből játszol? Fejből. Igen. Kérdezzél. Hát ez gyerekek. Milyen színű a liszt? Ájjajjajjajjaj. Hát ez... ezt nem tudjuk megadni.
Nem. Ez nagyon nem, és tök mindegy, hogy ki nyeri a hetet, vagy elbukjuk, vagy nyerjük, ez tényleg nem arról szól, de András, ez nagyon, hát ez messze az egyik legpasszívabb játék volt, amit valaha hallottunk. Tehát, hogy a Feri utolsó szavát bemondtad újra, az első 20 másodpercben mondták 2 darab talánt, ez nem, sajnos ez meg kell, hogy intsük. Mi már nagyon ritkán intünk passzív játék miatt, sőt, az elmúlt hónapokban soha, de ez most passzív volt. András, ezt így nem tudjuk megadni, ennél azért flottabb játék. Ne harcsázzál ezért ránk. Nem. Én már annak is örülök, hogy bekerültem egyáltalán. Egy tapsal vigasztalunk azért, igen. Jó, köszönöm. Drága vagy, de ez nagyon passzív volt. Jó, a többi játékos érdekében, ha ezt megadjuk, akkor ezen túl mindenkinek meg kell adnunk, lázadni fognak. Persze, hát ez igaz igazságos. Andiskám, köszi a játékot. Egy ebédre jó vagy nálam, jó? Cserébe. Jó. Oké. Ciao. Sziasztok. Hello. Nem. Én az első 5 másodpercben elengedtem a játékot. Eleket. Mondom, hát ezzel vagy tudunk valamit kezdeni. Én most szőrös szívű leszek, tessék utálni, gyűlölni, rám haragudni, senki másra. Én elviszem a balhét, de ezt nem. Tehát ez nem volt játék. Játékszerű se. Szerintem senki nem fog haragudni, már írják. Szemét! Köcsög! Nyugodtan, gyerekek, ami a csövön kifér, bírom. De nem, ezt nem lehet megadni. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek után jövünk mi is. 7 óra múlt 10 perccel, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, hosszú szünet után, reklámszünet, hírek, és minden után. Igen, sokan írjátok, hogy legyünk többet, higgyetek el, ez nem rajtunk múlik. Akarom. Tehát, hogy itt vagyunk, beszélünk, amikor lemegy a reklám, lemegy a hírek, lemegy a zene, akkor mi itt vagyunk és megszólalunk. Az, hogy sok reklám van, azt nektek köszönhetjük. Ti tettek róla, ti hallgattok minket. Tehát, hogy... nem, amikor fölhívnak telefonon, nem kell bennünket mondani, hogy ez nem jó, ezért kapni igen, akkor tessék másról. Nem. Szóval, hogy ugye milyen érdekes az élethelyzet, hogy tényleg nagyon sok hallgatónk írja ma is, hogy ennyi reklám. De hogy közben erről tényleg senki más nem tett idézőjelesen jó értelemben, mint maga a hallgató, aki ezt a rádiót választja, ezáltal ez a rádió sikeres megy, és mindenki itt akar reklámozni. Tehát a ti fületek teszi a rádióba a sok reklámot. Tulajdonképpen erről van szó, így nem? Van, ha senki nem hallgatna minket, lehet fél perc reklám lenne. Ennyien szerettek, ennyien hallgattok, nyilván talán azért, mert jó, amit a rádió csinál, és ezért van sok reklám, nem tudunk előbb megszólalni. A hírek egy kötelező elem, valaki azt mondja, miért nem csak egészkorban hírek, tehát ezek kötelező vállalások, nem akarok nagyon szakmázni, félkor egészkor híreknek kell lenni, kivéve 9 és 10 óra között. Így van, 4 órás hírmagazin is, így van, mindent tudjátok a világról. Arra egyébként már tettünk egy kísérletet, körbeküldtük az összes partnerünknek azt a levelet, ami tartalmazza azt a hangfájt, ami egy vicces reklámot akar ugye sugalni, hogy hogyan kell franciául kiejteni a kis péksütemény nevét. Igen. Tehát mindenki egy ilyen krászon töltetet tegyen bele a dologba, és akkor vicces lesz a reklám. És akkor jó lesz ilyen. Na, állítólag nem jár a 4-es metró. Gyerekek, kezd szaporodni a 4-es metró körül a hiba faktor. A múlt héten ugye lerobbant egy fél óráig, tehát nem mondjunk többet, nem volt több. Most állítólag megint nem jár. Szóval, hogy ez így, hogy van ez? Két helyem nem működik már a kijelző se. Egyet összegrafitiztek? Hát mondjuk az menjen a franc. Igen, arra nem a BKK tehet nyilván. Az nem BKK-s, és állítom most az egyik kijelző sem működik, de lehet, hogy csak pihennek. Uh-huh. Mert próbaüzem van, ilyenkor még mindig a próbaüzem zajlik, nem? Vagy már... Igen, nem. Hát a próbaüzem úgy, hogy már persze visznek utasokat, de 6 hónapig az egy bevett rendszer, hogy még hogyha kijöjjenek azok a hibák, amiket aztán már igen, ugye... nem kell orvosolni, mert megoldották azon 6 hónap alatt, amíg zajlott a próbaüzem. Most jut eszembe, valami metrósat álmodtam. De te vezetted, vagy? Nem tudom, és nem fog eszembe jutni, pedig tudod, hogy nagyon szívesen mesélek a szürreális álmaimról, Köszákos. De most, hogy elkezdtünk beszélni a metróról, most jöttem rá, hogy valami ilyen, egy ilyen a 3-as metró ment, siettünk, féltünk, valami nagyon-nagyon szürreális volt. Nekem az a kép van, hogy te állsz elő a vezetőfülkében, nyomod a gázt, mert menekül előled egy muslica az alagútban, és utol akarod és élni. Nyomom, igen, pedig úgy szeretek reggel fölébredni, és emlékezni arra, hogy mit támadtam. Mert hogy úgy szeretem az álmaimat, mert mindig nagyon betegek. Mi is. Tehát sosincs az, hogy kéz a kézben sétálok a Vikivel, Benni mellettünk bringázik, ott vagyunk a Margit-szigeten, felnézek, aha, és két aranyos szitakötő elmegy egy kúthoz, és isznak belőle. Tehát ilyen nincs. És a víz csak ráragad a lábukra. Ilyen nincs. Tehát csak beteg dolgokat tudok álmodni. De most mondom, valami metrós volt, de nem jut eszembe. Na, Ákos behozta, nem jár a 4-es metró a Szent Gellér tér és a Keleti pályaudvar között. Az egy elég hosszú. Hát ő, igen. Azt mondja, hogy műszaki hibás vonat miatt. Már hogy a metróhoz bement egy műszaki hibás vonat, akkor az nem jó. Baj.
Ja nem, tehát hogy a keleti pályaudvaron meghibásodott egy vonat, és ez blokkolja a metrót? Ákos, ha hallasz, mondd már el nekünk. Vagy a metrót hívjuk vonatnak, ami hívja. Vagy egy vasútos elnézt, és bement a metróalagútba, és lerobbant a metróalagútba a vonat? Vagy ezt nem érted? Nem, tehát ugye a metró is vonat. De nem, az egy metró. A metró az miért lenne vonat? A metró az fönn van a föld felett, és rendesen nem megy a régen. Vonat az azt jelenti, hogy a metró vonat, ami mögött van a szerelvény, ugye? Előtte elő van a vonat, és ki vagy egy vitézi? Már nincs először. A műszaki hibás vonat a vonalon egyébként még ennyire vel lehet bonyolítani. Tehát a műszaki hibás vonat az a műszaki hibás metró. Igen, de szó szerint a közlemény a BKK-tól. Hoppá, azt akkor vigyázzunk. Vonat. Aha. Úgyhogy belém kössetek. Nem, csak kérdezem, mert nem mondom, azt nem, az lement ott az alagútba egy vonat, mondom, hogy tesó, valamit nagyon elnéztél akkor. Jó, tehát, hogy valami nem jár. Aha. Oké, köszi Ákos. Szerevények helyett pótlóbuszok közlekednek. Minden állomást érintenek. Ez kedves tőle. Ez nem értem, hogy miért van a közben, milyen rendesek. Kivéve a II. János Pál pápa teret, amely állomás helyett a 7-es buszok a Huszár utca megállójában állnak meg a Rákóczi úton. Igen, mi van ott a II. János Pál pápa téren, hogy ezt nem szeretik a pótlóbuszok, mert a múltkor se érintették. Oda nem jut el busz. Tehát, hogy az egy olyan tér, ahol van metró, de nincs busz. Azért van metró, érted, mert busszal nem lehetett bemenni, ezért csinálták meg a metrót. Nagyon okos, gyerek vagy te. Jó döntés ez. A fekete-fehér igen, nemre reagálnánk egy mondattal, igen. Újra hallgattuk, nem mondtam ki. Nem, Feri nem mondta ki, újra hallgattuk, megint azt éreztük, hogy ilyen passzív volt, de jött egy-két elkeseredett hangvételű SMS, ami azt taglalja, hogy a Feri a végén kimondta, de nem, Zsüle, visszahallgattuk, nem volt ilyen, úgyhogy nincs nagyon mit bejátszani. Azt írja, hogy már jár gyerekek, Szalaki szép, elhárították, hogy elhúzták a műszaki hibás vonatot akkor. Aztán lézereznek a Váci úton befelé. Az északi vasúti hídnál 50 km/h lehet csak menni, MB üzente ezt nekünk. Az M3-oson a 193-as és a 194-es kilométer között mérnek a rendélyberőrei. Pisti üzeni, az Őrsvezértéren a kereszteződésében baleset, most zajlik a műszaki mentés, valamint az M5-ösön megindult a románi szerb áradat a határ felé, csürhe módon közlekednek, a magyar rendőr pedig engem csesztet, írja nekünk Ede. Ezzel egyszer foglalkoztunk. Igen. Azzal is foglalkozunk, meg most ugye jön a húsvét, most ők megint elindultak, tehát vigyázzatok, tényleg sokan vannak, ugye ott egy hosszabb szabadság van húsvétkor, meg nyáron, és ilyenkor mennek haza a török, meg a román vendégmelósok, és ez tényleg kemény. Szóval ők nem nagyon figyelnek így oda, hogy ez vagy nem. Ők nem nagyon foglalkoznak velünk, igen. Na jól van, egy érdekes technikai újítást elemzünk, ami szerintem még kevés ember fogott a kezében, olyannyira, hogy Magyarországon még csak nem is kapható, legalábbis kereskedelmi forgalom, biztos, hogy nem. Úgyhogy tudunk róla beszélni kicsit, hát hogy is mondjam, a jövőbe ugorván, nem? Már annyira nem távoli jövő, de ahogy ezt magadra teszed, fölveszed, egy pillanat alatt úgy néz ki, hogy azért ugrottál 30 évet az időben. Közben állítólagosan pár hónap múlva, aki egy kicsit jó módúbb, az akár egy ilyet hordhat is, vagy foghat a kezében. Hát szerintem egy lépés az, hogy csipet tesznek belénk. Igen, az oltásokkal, már bennünk már van a csip, az influenza oltással, igen. És az lesz, hogy ezt már a retinádra születéskor ezt bele fogják tenni, hogy lássad a Google-it. Hogy tegyük be a Google-it. Igen. Nagyon kemény dolog. Egyébként illetve én is felvettem, de hát nekem annyira nekem mindegy volt, mert az a szemem, ami előtt volt, majd mi elmondjuk, hogy mi ez, az nekem nem működik, de te felvetted. Kérlek szépen, úgy nézte ki, mint Tom Cruise, amikor elkezdte, vagy volt az a film, hogy egy ilyen nagyon nagy üvegtábla előtt jobbra-balra dobálta a dolgokat, igen. És volt rajta egy ilyen szemüveg, na pontosan úgy nézték ki. Olyan voltam? Olyan, nagyon menő. Na, itt van velünk Marói Ákos, jól mondom Ákos? Hello, jó reggel. Igen, jó itt reggelt. Tényleg itt, azt kell mondani, jól mondod, tényleg itt igen, vagyok. tényleg itt vagyok. Na, és hoztál nekünk egy szemüveget. Ez a szemüveg pedig jó közel majd, igen, a mikrofont, egészen nyugodtan, mintha bekaptál, hát kicsit ilyen fallikus jellegű a dolog, de ne törődj vele, elsőre fura, mi már megszoktuk. Ez egy Google szemüveg, ugye? Úgy bizony, ez egy Google Glass, amit hoztam itt nektek megnézni, és ami a Terminator lookot biztosítja a selfie készítéskor. Na, akkor most hát itt most az 50 pluszos, 40 pluszos és 30 pluszos hallgatóink lehet, hogy egy pillanatra felsóhajtanak. Terminator look? Igen, a selfie-vel meg vagyunk. A selfie tudjuk, vitális. Persze. Daltuk, ez az önfotózás, és mi a Terminátornak a looka? Hát a vasemberem van egy új. Ja, tényleg. A személyen, ahol kilát, ugye, hogyha emlékszünk a Terminator 1-ben még, ugye, hogy akkor felé lett a Terminator, miután visszajött az idő.
időből Los Angelesbe, és akkor körbenézett, és a kis személyhez oda voltak rajzolva az fontos információk, hogy melyik járókelőnek például mekkora méretű ruhája van. Hogy igen, adod a motorodat, a ruhádat, és a napszemegedet volt valami ilyen. Pontosan. Ezeket akkor tulajdonképpen mi már agyban mind megvalósítottuk a filmekben, amik aztán leképződnek a fizikai világban? Ez a technológiára sokszor jellemző, hogy igazából már a koncepció már ki volt találva korábban, és hát várni kellett arra, hogy meglegyen az a eszköztár, amivel meg lehessen valósítani. Az nem lehet, hogy a film volt előbb, vagy azt tudjuk, hogy a film volt előbb, de hogy a film miatt csinálták meg ezt a szemüveget? Hogy valakinek leesett? Igen, hogy azt mondja, gyerekek, nézd már a vasember. A sarcinak, hogy te figyelj, jöttek adatok, ha nem csináljuk meg, nem lehet, hogy így volt. Hát ez, hogy is mondjam, mit tudom én, Jules Verne ugye írt a űrhajózásról, és aztán hát lett űrhajó, na most kérdés, hogy a rocket scientist tenger alatt járóról, von Braun ugye Vernét olvasott egy kiskorában, vagy nem, nem tudjuk, de hát nyilván ez egy olyan ötlet, ami sok mindenkinek eszébe juthat, hogy milyen jó lenne, ha körbenéznék, és nem csak azt látnám, amit valójában látnok, hanem ezzel kiegészíteném nagyon sok érdekes információt. Na most tulajdonképpen mi a kütyű, hogy mondjuk el azoknak, akik nem biztos, hogy ezt egészen pontosan tudják, nagyon mi se, csak ilyen halvány képzeteink vannak arról, hogy mit fogunk felvenni. Ugye felveszel egy kicsi apró szemüveget, ez tehát tényleg igazából üveg nincs előtted, van egy kicsi monitor, ami belóg ugye a füled mellől, egészen beér a szemedig, van két orrtartó, és van egy mi ez, amit beraksz a füled mögé. Hát ez az a szára a szemüvegnek. A szemüvegnek a szára, köszönöm. Nekem utána erre akkor volt, amikor felé még leokoplasz volt. És ez egyébként tök ugyanaz, igen. Csak mondom, csak kicsit jobban néz altás, ki. Csak kicsit dizájnosabb, igen. Bárcsak ilyen lett volna az óvodában, hallod? Milyen menő lett azt volna. Azt mondjuk, akkor hordtam volna szívesen. Új, igen, leokoplasz, az kevésbé. És ugye az ember fölveszi, és egy pici apró monitoron bejön a jobb szeme elé, most én ezt nagyon laikusan mondom, tehát fog be a fület, csak próbálom vázolni, egy kicsi mini képernyő, egy kis kijelző, egy mini tévé, amin ugye adatokat lát. Ha akar, akkor a képernyőre fókuszál, ha akar, akkor maga elé fókuszál, és látja azt, akivel beszél, de közben tud fókuszálni a képernyőre is, ugye? Röviden erről van szó. Ez a gyerekek, Google... felvehettek fejlesztőmérnöknek. Nagyon jó vagy. Prezentálni már nagyon jól tudni. Tehát célok meghatározása meg volt. Steve Jobs sehol nincs hozzám a prezentációban. Igen. Szóval mit kezdtél el, hogy nagyjából így van, ugye? Igen, nagyjából így van. Tehát ez, ahogy leírtad, ez a Google Glass nevű terméknek a jelenlegi állapota. Ahogy mondod, igazából ez a jobb szemem fölött, a jobb szemem fölött egy kis kijelző biztosít, és azon keresztül látok. Számomra mi van, ha jobb szememre vak vagyok? Én? Jelez, itt ül. Tehát mi van, itt ül, jön a Google Glass fölrakja, te hallod, hol a sonka? Nem látom, hallod. Én egy parányi fényfoltot láttam az alagút végén. Nekem ez volt a jobb szememben. A Feri az egész Google Glass-ből annyit látni, hogy a Terminátor meghalt, és így elsötétült. Tehát egy pici piros pötty lett a végén, na az volt a szemüveg. De már az is a végén csak... És ökölből mutattál egy oké jelet. Mondtam, hogy gyerekek, ez nagyon, nem tudom mire, de nagyon jó. Igen. Hát látod, legalább a fény tudja biztosítani akkor, hogy azt az élményt, hogy van fény az alagút végén. De át lehet tenni bal szemre? Ez, amit most ti is láttatok itt, és kipróbáltatok, ez ugye a fejlesztői változata ennek az eszköznek. Majd a kínai megoldja bal szemes, ne aggódjál. Hát de is olcsóbb lesz. Tehát ugye ez nem ezen ugye még nincsen dioptriás keret sem, ugye, tehát akinek egy dioptriával korrigálható szemlátása, ugye ő dioptriás kerettel fogja azt majd vásárolni. Van balos vagy nincs? Nekamuz? A fejlesztői változatból nincs. Mai világban. Mai világban balos, ne viccelj. Márhogy balszorok. Hát milyen szörnyű dolgokat mondasz te itt. Na, hát én fölveszem a szemüveget, de soha hallod, nézd már, mert lesz egy ilyen Google Glass a szememem. Egyébként meg dögös, mert tényleg high-tech a dolog, egy nagyon vékony keret van, és a jobb oldalon csatlakoztatva hozzá egy ilyen nagyobb rész. Igen, felvettem, hát így fülesse, hoppá, hallottad? Hallottad? Nem, mit csinált? Megjelent minden, amit látok, tehát olyan, mint a dupla szemem lenne, és egy oké Glass felirat jelent meg. Az mit jelent? Már hogy tudom, hogy mi az oké Glass, de hogy mit akar ezzel nekem üzenni? Okézzam le, hogy ő működik? Azt akarja neked üzenni, hogyha megszólítod azzal a kifejezéssel, hogy oké Glass. Oké Glass, akkor ugye hallgatja azt, amit mondani szeretnél, és ha mondasz neki más parancsokat, akkor azokat neked végrehajtja. Most ne szórakozz, hogy ő hallja azt, amit én mondok. Igen, hallja. És lehet mondani. Ezzel irányítani, hogy oké Glass. Oké Glass. És akkor mondod neki, hogy mi történik. Cup of tea? Hát egyelőre még nem hozza a teát, gyerekek, kicsit mérges vagyok. Igen, tehát
Van még hova fejlődni a Google-nek. Hm? A Juli már rég hozott volna egy pohár teát, és nem dolgozik a Google-nál. Igen? És szerintem minden szülő álma is, hogy oké, fiam, csináld meg a házi feladatot. De az se történik még. Ja, tehát, hogy ez, mivel, hogy ahogy látod, a fejeden hordod ezt a dolgot, ugye nincs rajta billentyűzet, nincs rajta touchscreen, nincsenek ilyen dolgok, ezért viszonylag nehéz elindítani úgy applikációkat, hogy az ikonjukra rákattintasz. Ezért nagyon egyszerűen úgy van megoldva, hogy egyszer elmondod neki, hogy mit csináljon. Csináljon egy fényképet, vegyen fel egy videót, mutassa meg a naptárodat, és így tovább. Van benne fényképezőgép? Hogyne, van benne fényképezőgép, és abban az irányban nézem, amelyre te nézel. Mivel lehet elindítani a fényképezőgépet? Na várjál, most azt írja, hogy jelentkezzek be. Hanyas vagy te disznó, ez ugye lefordítva magyarra nagyjából ezt, hogy nekem muszáj bejelentkeznem, ezt írjunk, akkor visszaadom, hogy jelentkezz be, mert egyelőre nem szeret a rendszer annyira. Írjátok le a jelszavát, hogyha elveszük tőle, később tudjuk működtetni. Tulajdonképpen az a durva, hogy ugye itt már beszélgettünk a hírek előtt, hogy bemondod neki, hogy GPS, bemondod neki, hogy London, és abban a pillanatban betölti neked a Londonig vezető térképet, úgyhogy te elkezdesz balra fordulni, és fordítja neked a térképet. Tehát amerre fordulsz, arra fordul a térkép, hogy te mindig irányba legyél London felé, és mindig változtat a verzión, hogy neked éppen merre kell menni. Bejelentkeztél? Bejelentkeztem. A csoportvezető aluszik, nem? Nézzük meg, hogy most... Igen, most jó. Most mit látsz? Hát azt hiszem, a füles bezavarja. Itt van, 7 óra 24, mutatja, hogy hány. Okay, glass. Hoppá! És azt mondja, hogy adjak neki parancsot. Aha, és ott fel vannak sorolva a parancsok, a fejed mozgatásával tudsz fölle szorolózni. Nem, hiszem, mert megőrülök, mozog. Nézd föl, nézd le, és akkor látod, hogy a parancsok között tudsz úgy... Okay, glass. És take a picture. Okay. Come on. Nagyon szép az angolod, szerintem érti. Figyelj. Hát szépen kell hozzászólni. És szépen. Akkor... Angol, vagy amerikai angol? Amerikai angol. Amerikai angol? De aha. Megy egy kicsit slendriánabb. Ah, what the fuck, man? Hey, come on. What the fuck with me, man? Mit csinál? Mesélj erre, mit csinál? Kérlek szépen, beléptem a fotótárba, és ha most leokíztam volna, akkor amerre nézek, megcsinálja csinálj a fotót. Csinálj rólam egy fotót. Várjál, mert most megint elkeveredtem. Szóval azért, igen. Hát azért a dédimre ezt nem tenném rá, szóval, hogy... A mama kapkodná a fejét. Mama azért egy picit ellene, egy kicsit. Fiam, London, követ egy óra. Szóval, hogy a jobb szemem előtt folyamatosan ott van egy óra, egy 7 óra 25, mondjuk ez nagyon kéne nekem, hogy ne lépjem túl mindig a beszélgetést. De most próbáld meg még egyszer, tehát mondd, ennyit mondjál. Take a picture. Csináltam képen, take a picture. Okay. Ja, és ahol pont állsz, amerre te nézel, akkor te ne haragudj, te most ha azt mondod, hogy te a telefonodon közben látod, amit ő lát, akkor én kimegyek. Én látom, amit ő lát. Figyelj, igen. Most már megcsináltam a fotót rólad, és felajánlott, hogy most küldjem el Attilának, küldjem el. Hát ezek ugye nyilván szerintem a te címlistáid. Attilának igénye lenne. És ez mindent a szemed előtt történik, hogy megcsinálom a képet, és azonnal felajánlja. Tehát ez telefon szinten működik, ugye? Hogy képet megcsinált, küldés e-mailben. Pontosan. De egyébként egy technikailag egy Android telefon, ami a fejeden van ilyenkor. Amikor ezt előbb tudom, akkor azonnal leveszem. Hát ha ezt tudom, akkor azonnal leveszem. De ő nincs itt. Szóval ez egész egyszerűen döbbenet. Na most mi van akkor, ha például egy kicsit ilyen etikai dolgokba belemenjünk, mondjuk ez ugye tud rögzíteni is. Hogyne. Ugye? Na tehát innentől kezdve nagyon sok agályos kérdést vet fel, hogy mikor rögzíthetek, mikor nem rögzíthetek. Átnézek a szomszédba, rajtam van egy ilyen szemüveg, én elkezdek kukkolni, ott a szomszéd mondjuk mesztelenül nyírja a füvet, én elkezdem őt fölvenni, akkor én készítek róla ugye egy fényképet vagy fotót, hogy ő nem tudja. Ugye, és esélye nincsen tudni. Tehát ez nagyon sok bonyodalmat okoz majd ez később, nem? Hát igen, mondjuk így, hogy bonyodalmat okoz. Itt vagy okozhat, amíg ugye ezt nem szabályozzák. Igen, nyilván. És az a kérdés igazából, hogy ki ül fordítva a lovon. Tehát a mostani szabályozás van-e fordítva a lovon, ami korlátozza azt, hogy amit az ember például a szabad szemével lát, azt felveheti-e vagy nem, vagy pedig azok ülnek fordítva a lovon, akik szerint ezt simán föl lehet venni. Uh-huh. Igen, ez egy érdekes kérdés, mert átnézek a szomszédba, csak amikor tárolni nem tudom, de fölvehetem. De arról szólnom kell, hogy én őt fölveszem. Vagy bármi más, egy mozifilmet a moziban például. A mesztelen fűnyírását a szomszédnak te egyébként is látod, tehát már zavar, hogy most ezt te rögzíted, ugye? Az most tök érdekes, hogy egy szemüveggel vagy ilyennel. De azt meg tudod csinálni, hogy bemész a szerdai értekezletre ebben az előzőleg megszerzett új filmet, amire már régen vágytál, beindítod, és akkor nézed, ezért néha bólogatsz a tickerre. És megvagyunk. Mi van akkor, ha például én majd ebben autót vezetek?
Ugye telefonálni nem lehet. De például egy amerikai nőt azért büntettek meg, aztán a bíróság ugye nem fogadta el a büntetést, vagy a nő fellebezett, mert hogy nem tudták bizonyítani, hogy be volt-e kapcsolva. De majd ez bejön mondjuk pár hónap múlva. És elkezdenek ebben emberek autót vezetni. Hát mire ezt majd a törvény, meg a KRESZ, meg mindenki szabályozza, évek telnek el. Én szoktam ebben autót vezetni, és ugye van benne a navigáció is, ahogy az előbb mondtad, és a kifejezetten hasznos. És azért hasznos, mert az úton tudom tartani a szemem bele. Ugye nem kell lenézek a műszerfalra, vagy a műszerfalba épített navigációra, hogy merre kell menjek, hanem nézek arra, nem is csak előre, mint egy head-up displaynél, hanem ha balra nézek, akkor is ott van a szemem előtt az útvonal navigáció. És kifejezetten hasznos pont azért, mert a szemed arra néz, amerre kell neki, a veszélyes források felé. Tehát ez egy kifejezetten segíti a vezetésnél a balesetek elkerülését. Ez körülbelül ugyanolyan jó, mint amit te meséltél a múltkor, hogy fölvetítik az információkat a szélvédőre. Tehát igen, nem kell lenézni. De a szélvédőnél ugye még előre kell nézni. Tehát, hogy kinézel balra, akkor ugye a szélvédőnek a képét épp nem látod. Igen. Ebben Atya Isten, ez egyébként... Mindig azt látod, amire nézem. Hova fejlődhet majd? Tehát itt tulajdonképpen azt fogjuk előbb-utóbb látni, hogy fiatalok, akik hordanak egy ilyen szemüveget, azok élőben egy csatornára streamelik majd, amit látnak. Tehát ezt most meg tudjuk csinálni. Ezt meg tudod csinálni. Igen. Tehát mi történik majd, mondjuk azok a fiatalok, akik felveszik egymást, mit tudom én... szex jelenetek közben, csókolózás közben, ugye két fiatal, aki lesz egy-egy szemüveg, ők a közös együttlétüket, például, hogy miért pont ez jut eszembe, nem tudom. Nem is értem. De hogy mire a mi gyerekeink figyelek. Mondjuk abban a korban élnek, mindenkinek lesz már vagy egy amerikai, vagy egy kanadai, vagy egy kínai, nem? Mert hogy a kanadaiak is csinálják, azt mondta, hogy szerintem a kínaiak is dolgoznak, és élőben streamelik azt, amit látnak. Szóval, hogy azért ez nagyon kemény világ lesz, mikor majd mindenki ilyet hord. De hogy nem neked jutott ez először eszedbe. A francba. Fogadjunk, hogy már van fent ilyen film, ahol ketten egymással és egymást közben. Tehát föl tudom tenni, nem? Föl tudod tenni, abszolút. Jelenleg úgy van, hogy a beépített videórögzítő az 10 másodpercet vesz föl magától, és utána meg kell erősítened, hogy tovább hogy kéred a videót. Aha. Ugye ezt ismerjük a mobilosoknál is, ugye a 6-10 másodperces videók elküldését, tehát ugyanazt csinálja. Atya Isten. De ez igazából az applikáció írón múlik, hogy milyen hosszú videófelvételt csinál. Tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy most látok három embert egymás mellett ülni szótlanul egy étterembe és nyomkodják a telefonukat. 5 év múlva, 3 év múlva látok három embert szemüvegben ülni majd, akik egy büdös szót nem beszélgetnek egymással, vagy otthon él mondjuk úgy egy család, hogy már most mindenki kicsit függő, nyomkodja a telefonját, és ül majd egy család az asztalán, mindenki ilyen szemüveg, és senki nem szól senkihez. Hát vagy pont, kis túlzással nyilván. Kis túlzással. Egyébként teljesen rámutattál ennek az eszköznek az egyik célfelhasználására, ami pedig az, hogy nem kell a zsebedből előkotolni a telefont. Tehát mert hogy a kijelző, amit látsz, az ott van a szeme csarkában, a szó legszorosabb értelmében, ezért hogyha jön valami értesítés, SMS, bármi, akkor az egyből ott van, ahol a látómeződben. És akkor nem az van, hogy megrezgetted a telefonom, akkor ottan kotorászok a zsebembe, előveszem, nem tudom mi lesz, hanem gyorsan el tudom dönteni, hogy mi az, ami jött, érdekel-e, gyorsan tudok reagálni, ha egyszerű dolog, tehát igen, nem, tehát kérem, még jobban nem, kérem. Függővé tesz a technológia hát irányába. Hát rövidebb ideig tart ezeknek az interakcióknak a levezénylése. Uh-huh. És ugye maga a Glass ezt tudja, illetve a nyáron most kijön az Androidnak a hordozható, tehát okos óra változata. Hát, gyerekek. Soha. És ugyanezt fogja tudni. Tehát pont az a lényeg, hogy igazából ezeket a zsebemben mondjuk ott lesz a telefon azért, mert azon jön az adott kapcsolat, és minden más interakciót az pedig csak mondom, hogy okos óra már van hozzánk, hát az Android, az még csak most mindegy. Jó, semmi, aranyosak ott az Androidnál próbálkoznak, és jönnek utánunk, felengedve a felé. Kazi, meghallotta a lényeget, írja nekünk, akkor ebben végre lehet pornót nézni szex közben. Igen. Ugye, milyen szép, hogy gondolkodik a mi hallgatók, hogy mennyire mélyen szántóan látja az esetet, hogy végre legálisan ott van előtted asszonykát, felveszed a kis szemüveget, ő azt gondolja, hogy nagyon fickósan működsz rajta, miközben te éppen Tori Black kalandjait nézed, hogy valahogy 30 év házasság után összejön ez a dolog. Hát ez sem nekünk jutott eszünkbe, gondolom én, ugye? Mi lesz majd a gyerekekkel? Mi lesz majd a vizsgázókkal? Mi lesz majd a diákokkal, akik például bemennek, felvesznek egy ilyen szemüveget, a tanár egy év múlva meg kell, hogy nézze, hogy az most csak egy simán dioptriás Google lesz, vagy egyébként bekapcsolt Google lesz, és mindent leír majd az internetről vizsga közben? Igen, tehát nyilván most, hogyha valakinek az a célja, hogy ne lehessen külső eszközöket használni egy vizsgázásnál, akkor ezt valamilyen módon ugye neki jött a rossz arc tanár
figurát el kell játszania. A másik oldalról viszont szintén megkérdőjelezném, tehát amikor az a kérdés, hogy valamit el tudok-e végezni, vagy nem, akkor az a kérdés, hogy most fejből tudom-e, vagy hogy valójában el tudom-e végezni. Ugye a valós világban is rengeteg kiegészítő eszközt használok a mindennapi teendőimhez. Hát igen, de ez már egy bonyolultabb kérdés, hogy a vizsgarendszert feszegetett, hogy mit kell tudni egy mai diáknak, jól kezelni igen. az internetet, vagy tudni de azt. De ezek az eszközök pont ezt csinálják, hát hogy megkérdőjelezik azt a státuszkót, ahogy egyébként tesszük a dolgainkat, mert hogyha meg az a kérdés, hogy valójában az az ember a természetes környezetében, amiben beletartoznak ezek az eszközök, hogy tud teljesíteni, akkor azzal az eszközzel együtt tud jól teljesíteni. Tehát nem egy reális vizsga. Igen, abban én sem hiszek már, hogy a mi gyerekeinknek még mindig majd különböző lexikont kell a polcról levenni és kikeresni. Ez a világ, ez nem működik. Ha nem lesz áram, meg megszűnik az internet, majd akkor megtudjátok, mi a magyarok is benne. Akkor ha, majd mi analógok akkor jövünk. Mi analógok. Feri, hidd el, mind a ketten analógok vagyunk már. Ebben a digitális világban mi már nagyon analógok vagyunk. Na jó, van még egy érdekes kérdés, beszélünk majd arról, hogy külföldön már forgalomban van, hogy milyen jogi akadályok merültek föl, vagy egyáltalán milyen hát ellenállásba ütközött ez a társadalom részéről. Érdekes világ lesz, hogy 4-5 évvel mindenki egy ilyen kis szemüveggel rohangál majd a fején. Azért nyilván ezt nem lehet megállítani a fejlődést, meg a technika szerintem már sokkal gyorsabban fejlődik, mint amire az ember fel van készülve, de érdekes kérdéseket vet föl a dolog. Mindjárt folytatjuk, 7:30 múlt pontosan 3 perccel jövünk a hírek után. 3:48 pontosan jó reggelt kívánunk minden kicsi hallgatónak. És a nagyobbaknak is. és minden nagyobb hallgatónak is, igen. Tavaszi szünet van már? Tavaszi szünet van, ugye? Igen, a mai napon. Ma kezdődött, igen. Ma Benni még Ovi-ba van. Hát milyen Ovi ez? Nagyon lelkesek. Nagyon helyes. Ovi bölcsi van, még iskola nincs. Iskola az már nincs. Na, Maró Jákos a vendégünk, ugye a Google Glass-ről beszélgetünk, hát ugrás a jövőbe, ami olyan nagyon távolinak tűnik, közben pedig már ugye nem sokára ez mindenki kezébe lehet akár, de azért tudunk erről most még ilyen nyíltan beszélni, mert ez bolti forgalom a jelen pillanatban nem kapható, tehát nem csinálunk neki reklámot. Én mindig nagyon szeretem az összeesküvés elméleteket, és én ilyen irányba vinném a beszélgetést, hogy a mobiltelefonnál például ugye már ugye azt mondják, hogy nem is kell bekapcsolni, egész egyszerűen leteszem magam el, és lehallgatnak. Hát ezt most már tényleg mindenki mondja, ha nem akarod, hogy lehallgassanak, vidd át a másik szobába. Na most az például előfordulhat majd, hogy történik egy gyilkosság mondjuk a Calvin téren. Megnézik, hogy ki volt ott a Calvin téren, rájönnek, hogy 20 ember is viselt adatot, vagy 20 ember is viselt szemüveget, és úgy, hogy én nem rögzítek, ennek ellenére mondjuk lekérhetik az adatokat tőlem, mint szemtanútól? Tehát úgy is beleláthatnak abba, amit én látok, hogy én közben nem rögzítek? Hát ez itt a eszközkontroll kérdése. Technológiailag nyilván a válasz az rá, hogy igen. Igen. A gyakorlatias válasz meg hát nem az rá, hogy igen. Aha, hát, nyilván, hogyha szabályozod ezt, akkor mondjuk valaki ezt meg akarja csinálni, akkor azt mondja, hogy jaj, hát majd rám szólnak, hogy én belenézek a bazsi szemüvegébe. Nem a rászólás kérdése, hanem az ugye, hogy minden ilyen eszköz erőforrás szűkében van. Tehát aha. Ugye a mérete, az aksi meddig bírja, stb. És folyamatosan ezek nem fognak rögzíteni, mert ugye lemerül egy óra alatt. Tehát értelmetlen lenne egy olyan eszköz, ami, mint az orosz dashboard kamerák, ugye, amik mindig vesznek, mert ugye hát azok be vannak dugva az autó áramába. De mondjuk valaki föltöri a szemüveget, és bejön az én lakásomba, mert én csak nézem, hogy mi van a lakásomban, és ő látja, hogy én mit látok, mert mondjuk lehallgat, vagy lenéz. Ez lehet? Majd. Mondom, technológia, ez mind lehetséges, az, hogy most ez valójában megvalósul, ez teljesen valószínűtlen. Egyébként mindaz a kérdés, amit föltöztek, az olyan értelemben nagyon izgalmas, hogy erre van egy mozgalom, amit feszegettek, ezt úgy hívják angolul, hogy quantified self, tehát a megmért önmagam, vagy a folyamatosan mért önmagam, aminek pont az a lényeg, hogy ezek az emberek ugye rögzítik minden egyes lépésüket, tehát az a hány lépést tesznek, a szó legszorosabb értelemben lépésszámlálóval, merre járnak, képeket rögzítenek, ugye a korai ilyen erősített kijelzős emberek, akik ezt már 20 éve csinálják, ők nekik valóban folyamatos rögzítés van. Aha, belerakva. Fú, de beteg, nem? 20 éve minden pillanatát rögzíti? Igen, tehát pont de az ő, ő már azt gondolja, hogy ő a Terminátor. Már ott van tévesen annak kóda. Vagyok. Igen. Igen, tehát de hogy ez bizonyos értelemben extrém mozgalomnak hangzik, a másik értelemben pedig implicit módon ugye mindannyian csináljuk akkor, amikor Foursquare-en bejelentkezünk, amikor Facebookra nyomjuk ki a képeket, amiket teszünk ugye rendszeresen. Tehát igazából önkéntelenül az ember belemegy ebbe az utcába. Itt igazából a kérdés az, hogy te mennyit mérsz magadról, és aha. mennyit tárolsz el magadról. Ugye ma már az nem az a vicc, hogy van egy gyerekkori fényképet, hanem hogy melyik napról van a kéred a fényképet, ugye? És akkor itt nyilvánvaló az, hogy ez csak egy erőforrás szűkösség, hogy ez nem folyamatos ez a rögzítés. Hanem azért, mert hogy megkomponálom a fényképet, stb. Nem fér el rajta annyi videóanyag. Most még nem fér, de elfogadja. Igen, de erre akarok kiukadni, hogy ez, hogy ez, hogy
hogy ezek a szűkösségek, tudjuk, hogy ezek csökkennek. Tehát teljesen reális jövőkép az, hogy valóban tényleg, hogyha az emberen van egy ilyen eszköz, nyilván opt-in első körben, aztán meglátjuk, hogy törvény, hogy szabályozza, de hogy valóban tudsz rögzíteni mindent, ami vele történik, vagy hasznos, vagy nem hasznos, ezt nekünk embereknek kell eldönteni. Figyelj, szerintem itt egyébként két választás van, tehát hogy vagy elkezded ezt te is tényleg használni, megtanulni, hogy ne maradj le, nem? Most nem is arra gondolok, hogy valakinek kell, mindenkinek kell, hogy legyen 200 000 forint, nem erre gondolok, de hogy érteni, hogy miért van ez, vagy az a gyerek kezébe, vagy egy másik ember kezébe, vagy ha egyszer megtörténik a szakadás, akkor elkezdesz lemaradni, és 5-10 év múlva teljesen elmegy melletted a világ. Mi még azon generáció vagyunk, aki szerintem ezt még pont jól tudja venni. Hát. Számítógépet használ, okostelefont használ, letölt, ja, föltölt, igen. De jó, hogy nagyon-nagyon kell... Zavarba lehet hozni ilyesmivel, hogy bejelentkezel a forizére. Jó, de téged azzal is zavarba lehet jelzezni, ami a számítógépet megkérdi a jelszavadat. Mondjuk az is igaz. Onna faszodáig tudom. Azért nem vagy egy ilyen, én sem mondjuk egy ilyen nagy technikai zseni. Minket sok mindennel zavarba lehet hozni. Laci, igazából... légy szíves, mondd már egy telefonon, hogy kell fel is találni. Figyelj, utoljára nekünk a Commodore 64, Shift 2, Shift 4, Shift 2, Shift 4, Rune. És elindult a Winter Games, meg a Radover Moszkva. Játszottál ilyeneket? Hogy egyébként Wizard of War. A Wizard of War, én spektrumos voltam, de hát azért azok nagy dolgok voltak. Ha amigásod voltál, már nagyon, gazdag voltál. Figyelj, ezt most egyébként már irákat tanteltet rá, okoz olyan addikciót, mint a telefon, hogy hordod, nézed, ott van rajtad. Nem, nálam nem. Tehát én elsőben fejlesztek erre. Tehát mi ezt termékfejlesztéssel foglalkozunk, és igazából mi ezt mint egy fejlesztő eszközt tekintjük, tehát nem ez az első dolog, amit megfogok reggel, amikor fölébredek, és nem hordom az utcán folyamatosan magamon, de egyre inkább látom a hasznosságát, tehát például korábban említettük az autós navigáció kifejezetten hasznos, és így tovább, tehát egyre inkább látom azt, hogy hol van ennek értelme, hol nem. Mivel hogy én nekem most nincsen dioptriás szemüvegem, ezért nekem ez egy plusz dolog ezt fölvenni. Kivéve nyáron, amikor meg napszemüveget szoktam hordani, és ugye van hozzá napszemüveges feltét. Hányan ülnek be majd magyar mozikba filmet felvenni például, nem? Vegye csak le, de csak egy sima dioptriás. Nem, senki nem jöhet be szemüvegbe. Hogy döntöd le, hogy ki van szemüvegbe, ki nincs szemüvegbe, ki rögzíti a filmet, meg a 3D szemüveget hogy különbözteted meg? Igen, 3D szemüveg, nem 3D szemüveg, Google Glass, nem Google Glass, ugye? Igen. Tehát, hogy azért itt lesz azért. Szemráncolás. Hát nézzük a jó dolgokat, mert például városnézésnél külföldön vagy ránézel valamire, és már írja is az adatokat. Tehát szerintem tök jó, megint az ember függő, hogy ki mire fogja használni. Szenzációs nyilván. Igen, tehát, a pornófilmnézés szerintem az. Szerintem a pornónézés szex közben meg vagyunk, nem? Hány családnak, hány házas embernek oldódik meg a szexuális élete azonnal, hogy teljesen legális módon asszonyka finom tudtával vagy tudtanélkül tudja ugye kicsit feldobni az életét, tehát ez inkább a mókás megközelítés ennek a dolognak. Ákos, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Néhány országban csak záró kérdésként, ez már egyébként abszolút kapható, hordható, viselhető, nem? Nem, tehát ez jelenleg... Ez még sehol? Ez még sehol nem kapható jelenleg egyszerűen, nem tudsz bemenni boltba és megvenni. Ez, amit ti is láttatok, ez a Glass Explorer nevű fejlesztő programnak a terméke. Ez ilyen sorsásos alapon lehetett csak az Egyesült Államokban hozzájutni. Uh-huh. Épp ezen a héten, kedden 15-én tartott a Google egy olyan napot, amikor Amerikában mindenki vehetett egyet online, aki gondolom ameddig a készlet tartott. Én nekem az a pedícióm, hogy ez arról szólt, hogy a fejlesztői változatnak a raktárkészletét kiszórták. És most már nagyon készülnek arra, hogy valóban konzumer termékként meg lehet majd vásárolni. Egyébként egy ennél jobb eszköz lesz minden bizonnyal, mert ez egy 2 éves. És a kínaiak hogy állnak? Jönnek? Nyugtass meg, ott vannak. A kínaiak mindenhol ott vannak. Most múlt héten voltam egy expón, ahol ezzel dolgoztunk, és nagy zoom lencsékkel jártak körbe-körbe. Tényleg, fotózták a cuccot? Óriás, imádom őket, nagyon nagyok, nem? Nem, tehát ezzel a 400 mm-es lencsével 20 centiről. Igen, ezzel együtt van egy kanadai gyártó, Reckon Instruments nevű, aki jön föl, nekik ilyen extrém sportra hegyezett termékeik vannak, tehát egy síszőnek beépített display. Persze, nyilván minden ország próbálja, de hogy a kínaiak ott vannak, nyugtass meg. Igen? Csak még nem tudták megoldani a rágot. Nagyon vékony a szem, hogy fogsz azon kilátni. De egy nagyon izgalmas további termékről esetleg még mondok pár szót, ami, mert ugye említettük, hogy ez egy kis kijelző jobb fölül, ugye a jobb szemem felső sarkában, de vannak olyan projektek még jelenleg a korai prototípus fázisban, jövőre lehet esetleg majd kapni, ami a teljes látómezőre fog rajzolni. Tehát ahol nem egy kiegészítő kijelző van, és vagy ezt nézem, vagy előre nézek, hanem annak az a lényeg, hogy járok az utcán,
nézek ki a világba a fejemből, és rárajzol dolgokat pluszba, anélkül, hogy le kéne vegyem a tekintetem a világról. Tehát itt fölírja nekem, hogy metró, ott fejlő könyvtár, ott büfé, mit kaphatok, hogy szedi le folyamatosan pontosan az adatokat. Pontosan, a valódi Terminator Vision, igen, igen. Aha. Tehát ezek is nagyon izgalmas cuccok lesznek, akik jönnek, és hát szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas időszak idén meg. Na jó, hát várjuk. Analóg srácok vagyunk. Én nem mi várom, Feri. De... Analóg srácok vagyunk, azt gondolom. Aki várja, az várja. Ákos, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Tom vagy Tomi? Tom, jó lesz. Tom, hello. Egyébként én is balos vagyok, úgyhogy bízom a kínaiban. Igen, hogy lesz egy olyan. Hát ez meg. Figyelj, otthon fekvő gipszben, azt olvasom, tényleg? Nem, kórházban vagyok. Kórházban? Mi történt? Baleset? Baleset, igen. Szembe jöttek, és nem tudtam már mit csinálni. Egy láb, két láb? Bal térd szétment. Az kemény, de akkor nem te voltál a hibás. Hát nem, igazándiból csúsztak felém, én megvártam a végzetet. Uh-huh. Nem tudtam semmit csinálni. Milyen a kórházi élen? Kellemes, most már nem sok van hátra, megkapom lassan ezt a gipszet, amivel már tudok mozogni, és akkor már mehetek jobbra-balra. Jó a csapat? Jó arcok vannak a szobában? Egyedül vagyok, ja. Három ágyas egyedül vagyok, úgyhogy most... Hát akkor az mit, masszíroznak, svédasztal, kis nővérkék, kis fehér miniszoknyában. Egy gomb kipattam, mikor bejön. Finom kis hőmérőzés, jó az. Jó. Nem tudom, melyik kórházba jártatok, de itt még a régebbi dolgok vannak. Igen? Katéterezés? Szép az. Na jó, korosztály még a régebbi. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Nem kap jelet a Google Glass. Nem, akad a matávos vonal. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj, Tom. Oké. La 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 la. Ó, hát ez. Hát a Bergendi Pista bácsinak a süsüje. És ennyi, csak Bodrogi Gyula bácsi. Bodrogi Gyula bácsi. De jó mondtad, mert a zenét ők írták, meg ők is játsszák. Igen, igen. Csukás Istvánra ez volt. Na jó, most már nem kell nyalizni. Tényleg. Hallod, most már megvan, most már ne teperje. Igen, ki volt a jelenlétel. És a Gyorsi barát volt a farka. Egyébként tényleg. Tényleg. Ma a rajzfilmben azt hiszem nem, vagy magában a bábfilmben. A bábfilmben. Nem, a bábfilmben sem, hanem volt egy báb előadás. Az ott bábozott. Ott ő volt, igen, a farka. Tó, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk neked. Nagyon köszönöm. Jó, nem is vettünk ki belőle semmit, ügyes voltál, jobbulást! Köszönöm szépen, sziasztok, minden jót! Köszi, csáó a hello. Játékot! Hello, hello! Ti analóg, és Jani? Már, ő környezettudatos, de ő egyébként mi? Ismeri ezeket a vackőjük. Micsoda? Ügyüket. De nincs is más választása, mindig van nála az Androidhoz egy használati utasítás. Tudjon küldeni SMS-t, az annyira bonyolult. 4 perc van pontosan, 8 óra a hírek után jön, ami drága Gáborunk! Mr. Puliszka, körbejárjuk a húsvétot, mitől hamis a hamis sonka, mi van a kalácson, amitől fénylik, na, milyen a hamis tojás. Sonka is lesz benne, mehető. Sonka, kalács, tojás, minden, ami a húsvéttal kapcsolatos és a húsvétban átverés. Ezzel folytatjuk a hírek után. 4:09 lesz, 2 perc múlva, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. Hello, Feri! Hát nagyon megfogyatkoztunk, gyerekek, nagyon megfogyatkoztunk, csak mondom, Karolina, Szabi, Csabi, Szabi, Anna, beteg, Jani, Szabi. Mi ketten jövünk? Maradtunk. Mikivel? Laci is van még. Gyerek, mindenki elment. Tehát mikrofon közelben. Nincs emberünk, jön a húsvét, mindenki megérezte, úgyhogy holnap szerintem ne jöjjünk. Vegyünk ki mi is egy napszabit? Persze. Most még egy best of-ot össze tudunk dobni. Jaj, leesett a csokin. Jövünk, nyugi. Igen, Jánosunk ugye pihen. Szerintem most már egy nap felkészülés után talán rámerészkedtek az autópályára és elindultak. Ismerve az ő vérmérsékletüket, ma még lehet, hogy van egy utolsó checklist a kocsi körül még egyszer. Hát egy reggeli körbenézés, meg nem indulsz el ilyen forgalomba, csak 10 körül, mikor már csendesedik. Így van, egy sikkes indulás, sebességirányjelző kézifék, Mónika csapatja az autópályán, Jani ül az anyósülésen, és Jani Gosztú Köveskál. Jani Gosztú Köveskál, így van. Ne felejtsétek el, él az ajánlat, aki lefotózza és elküldi egy bulvár újságnak. És az meg is jelenik. És az meg is jelenik. Az még tőlünk is kap nettót zsebbe.
Mennyit ígértünk? 20-at. 20-at. 10-10. Tehát megkapod a bulvárüsektől a lóvét, meg tőlünk egy 20-as. Így van. Ha esetleg Jani baseball sapkában van, álcázza magát, ne higgyetek neki, nagyon szereti, hogy oda mentek hozzá, barátkozzatok, fogjatok kezet, fotózzátok, gratuláljatok neki a műsor miatt, és menjetek oda, nem? Így hozzá, van, ne kerüljetek el. És hogyha úgy akarsz fotót csinálni, ne legyen rajta sapka, akkor csak vedd le róla. Jó, azt is szereti. Nagyon igen. Na, vannak friss közlekedési híreink, megnézzük gyorsan, hogy mi helyzet az utakon. Csepelen lézersót tartanak, és egy Mondeóban ráadásul, úgyhogy mindenki menjen lassabban. Kicsit zavaros jött át az SMS. Petőfi itt közepén 3-as karamból, szép napot üzeni Marian. 44-es főút, 61-es kilométer Békéscsaba fele, mér a húsvéti nyúl, üzeni Béla papa az Ivekós. Petőfi hídon, Buda felé baleset, lépésben halad a forgalom, küldte nekünk Zsú. M3-as Nyíregyháza Budapest, 85-ös kilométernél találkoztam piros Renault táliával, mozgó mérő volt beépítve. Autósok, kamionosok, vigyázzatok. Mozgó mérő? Van ilyen. Igen? Bizony, megy utánad, rögzít, elét kanyarodik, megállít, ha olyan vagy, csak küldik a fotót. Dugi üzeni, hogy a füzesgyarmat belterületi részén trafi mér, üt Dugi. Köszönjük, Dugi. Dugi nagyon nagy. Dugi üzeni. Dugi, vagy? Dugi üzente nekünk, aztán alá is írta, üt Dugi. Gyerekek, kriminális, amit a románok leművelnek az M1-esen. Ezt Zola küldte nekünk. De hova rohannak náluk? Előbb van a húsvét? Vagy mi történik? Nem előbb van, csak már elindultak hazafelé. Hát, persze, nem előbb van, humorizáltam, nem lehet előbb. Mire hazaérnek, addigra elmúlik. De többen írják, hogy döbbenet, hogy mi történik. Ez most ez lesz, hazafelé. És utána minden. A jövő héten mennek vissza, tehát az megint móka. Mindig vonulnak valahova, nem? Ahogy egy nagy király, egy ilyen kirándulós nép. Mindig mennek, igen. Jánoshegyi úton a vadonban sok a nyúl, nincs itt a Jani, pedig ő egy úr. Húha, Janusa jó vers. Húha, igen, kicsit fárad a dolog. Na jó van, csütörtök van. Ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Mr. Puliszka, a fényevő, a reggelizés nagymestere, Gábor, akivel körbe járjuk a húsvétot. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állataikat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezik, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Itt vagyok. Emberek milliói rettennek ilyenkor, amikor olyan szíve, úristen, végre a fény a vezérlő csillag, mehetünk. Itt vagyok, gyerekek, itt vagyok. Hello, Gábor, jó reggel. Jó reggel, szervusztok. Hello. Örülök, hogy itt lehetek újra, bár Jani helye üres, ahogy látom, de biztos egészségesen táplálkozik most is. Abba biztos lehet, Mr. Tofu nem eszik semmi olyat, ami egészségtelen lenne. Hát nem, így fél kilenc körül már négy krémes len van, hanyara az. Hat rüffel, négy eszterházi, és három ludlából ezt le is folytotta. Viszont jó minőséget vár. Az biztos. Mindig. Az biztos, gyerekek. Igen, néha én is átnézek, ott a kis bőrfotele, nincsen sehol, a kis kekipulcsiában. Én megsimogatom, ha arra megyek. Egyébként ilyenkor meggelítek a hiányérzetet? Rohadtul nem. Hiányzik. 6 éve lennél valakivel összezárva, Gábor, annyira nem hiányozna, de hidd el, hogyha én se vagyok, úgy örülnek, és annyira cincognak, és annyira élvezik, hogy nem vagyok ide, a Feri nincs, akkor meg a Janival őrjegünk. Tehát nem szoktunk egymásnak hiányozni. Nem? Így egy két hetet kibírunk valahogy. Igen, nehéz, a két hét végén picit már eszedbe jut, de így csak, hogy Jani egy hétre ment, alig várjuk, hogy ne jöjjön vissza. Abszolút, nagyon jó, hogy nincs, abból a szempontból, hogy ő is pihen, ő se lát minket, de hogy így valahogy vasárnap este se érezzük az ingert, hogy nagyon rácsörögünk egymásra, de ez pont jó. Mindhárman tök mások vagyunk, kettő. Tényleg én kiszámoltam, hogy többet vagyok együtt, mint az anyámmal, az apámmal, igen, a tesómmal. Kicsit megborzolunk egyébként vasárnap este, hogy végre jövünk a többieket, de nincs az a nagy hiány. Teljesen megértem. Egyébként hallgattam a műsor korábbi részeit is, és nagyon felkeltette a figyelmet ez a bizonyos szemüveg. Mi is volt ennek a neve? Google Glass. Ha forgalomban lesz egyszer. Eszembe jutott így menet közben, hogy mi lenne, hogyha evés közben kivetíteni ez a szemüveg mondjuk az étel összetételét. Esetleg, hogy milyen anyagokat tartalmaz, aminósav összetétel, szénhidrát tartalom, kalóriatartalom. Szerintem ennek nem biztos, hogy mindenki örülne, de sokat jelentene. És képzeld el, hogy van ilyen kütyű, amikor itt volt a mi jövőkutatónk, ugye,
akkor mondott valami hasonlót, és elmondta, hogy nem sokára bolti forgalomban kapható egy olyan kütyű, amit megnyomsz, és kivetít egy fényt valamilyen spektrumban, rá tudod vetíteni magára az ételre, ez olyan lesz, mint egy riasztó gombja, és a fény az kielemzi neked az ételt, egy-két éven belül bolti forgalomban, megmondja, hogy mennyi kalória, mennyi cukor, jó-e az a te vércsoportodnak, vagy nem jó, eheted, vagy nem eheted, ajánlja vagy nem ajánlja, és egy teljes leírást ad egy bizonyos ételről. Hát ez fantasztikus. Egy szín spektrum alapján, amivel ő beméri az ételt. Az a kérdés, hogy ki fogja beállítani ezt a gépet, ki fogja bekalibrálni, hogy mi egészséges és mi. Gábor, te! Én? Nem, az a kérdés, nem ki biztos, fogja hogy megvenni. Mindenki. Mert hogy én nem, az biztos. Igen. De hogy milyen érdekes, hogy ez is létezik egyébként. Igen, a technika. Na, húsvét, hát gondolom nagyon várod, mert hülyére zabálod majd magad, nem? Tehát ismerve téged, akkora lakomát csaptok, hogy... Bevásároltam a gabonasonkából, és egy pár szeletkét már ma reggel bemelegítésként elfogyasztottam. De ezt majd az anyag végén, majd a beszélgetés végén elárulom, hogy hogyan és miként végeztem ezt a műveletet. És hoztál nekünk is belőle, egy kis mintát várom. Hoztam. Viki, nincs egy kés valahol. Tényleg majd megkóstoljuk. Gabonasonkát reggeliztél? Igen. Na majd ezt a végén elmondod, hogy mivel, azért ezt gondolom valamivel turbosítottad. Igen, igen, muszáj volt. Na, mivel kezdjük, ugye arra kértelek téged, hogy készüljünk föl kicsit a húsvétból. Ennek egy részéről mi már nyilván beszéltünk adásban, többek között például, amikor a felvágottakat, a sonkákat, a szalámikat elemeztük, de azért itt vannak nagy témakörök, amiről szerintem érdemes beszélni, hiszen közeledik a húsvét. Ugye mindenki 3-4 dolgot vásárol, sonkát, tojást, kalácsot. Hát ez a három az ugye átlag. Ez a három az átlag. Minél mire kell figyelni, minél milyen veszélyek vannak, hol próbálják és hogyan átverni a fogyasztót. Van miről beszélni. Kezdjük mondjuk a tojással, jó? Jó. Talán attól félnek legkevésbé az emberek. Közben van egy-két érdekes dolog, amit erről is érdemes tudni. Igen, igen. Mindenek előtt azért el kell mondjam nektek, Balázs, hogy ilyenkor az ünnepek idején sokkal több az emésztési probléma. Nyilván az ember, amikor az ünnep közeledik, akkor nem annyira veszi figyelembe azt, hogy most ezek minden szempontból egészséges élelmiszerek legyenek, bár szerintem fontos volna azért ilyenkor is egy picit figyelni rá, azonban sokkal többen fordulnak ilyenkor orvoshoz. De ez nem az egész, ez a túlzabálás, hadd fogalmazzam meg igen, így röviden, nem? De tehát, hogy sokat eszünk. Részben a túl sok evés, túl nagy mennyiségű evés, részben pedig, hogyha mondjuk a sonkához tojást eszel, ez a kettő együtt emésztési szempontból nem teljesen passzol. Sajnos azt kell mondjam, mert két különböző fehérje kerül a gyomorba. De hogyha a tojásról szabad egy pár szót szólni, ugye a tojásokon láttok bélyegzést, számokat, elég sok számot lehet látni, minden egyes tojáson van bélyegzés, és a legelső számot kell megnézni, a bal oldali legelső számot, ez nullától ez a tojásdobozán, vagy a tojásokon, mindegyik tojáson kötelező ez szerűen? Ez főszabályként minden egyes tojáson van, és szerencsésnek tartanám, hogyha amikor tojást vásárol valaki, akkor fölnyitná, és megnézni, hogy hányas szám a legelső számjegy. Hogyha ez nullás, akkor bio, nagyon keveset fogtok ilyet találni az üzletben. Ha egyes számjeggyel kezdődik ez a bizonyos számsor, akkor szabadtartású, tehát ez egy egészségesebb tojás. Ha kettes számjeggyel kezdődik, akkor mély almos, ami azt jelenti, hogy csarnokban csarnokos tartás, tehát nem ketreces, ez a lényeg. És ha hármas tekintjük a legkedvezőtlenebbnek, legrosszabbnak egészségi szempontból, illetve a tartási szempontból, ez nem igazán védi a tojókat olyan mértékben, a ketreces tartás a hármas, szerencsésnek tartom, ha 0-1 vagy 2-es, 0-1-es vagy 2-es az a számjegy, amivel kezdődik, és a hármas, nyilván a hármas van a forgalomban a legnagyobb mennyiségben és mértékben, ezek a legolcsóbb akciós tojások. Tehát ott úgy tartották a csirkét, azzal letették, antibiotikumot nyomtak neki, nem? Tehát gondolom ezért nem fontos. Nem biztos, de a tartási körülmények a legkedvezőtlenebbek, bár 2012-től megszigorították, tehát most már ne úgy képzeljétek el a ketreces tartást, hogy egymáson van 8 ketrec, és egy A4-es rajzlap nagyságú felületen mozog egyetlen tojó, hanem ennél nagyobb a tér, ami rendelkezésükre áll. De azért nem egy stadion. A ketrec az ketrec, igen, és gondoljátok meg, hogy ilyen drót ketrecen. Azért megkérdezném őket is, hogy érzik magukat, igen, nem? Nem most, biztos, hogy itt a szabadság. Nem biztos, hogy nem kapírgálok, és igen, tehát nincs lehetőségük ilyesmire. A tojásnál ez egyik fontos dolog. A második a szalmonella kérdés. Nem minden tojás szalmonella mentesített. Fontos, hogy mielőtt hűtőbe tesszük, nem mossuk a tojást, mert ugye mosáskor, amikor víz éri a tojást, és nem tudjuk teljesen leszállítani, akkor
áteresztőbbé válik a tojásnak a héja, és átengedheti tároláskor a szalmonellát, ha van rajta. Tehát hűtőbetétel előtt nem mossuk, viszont felhasználás előtt mossuk a tojást. Erős vízsugárral mossuk, és ha lehet, akkor nem olyan helyen mossuk, ahol étellel, tehát ahol éppen a mosogatónál, hanem egy más helyen tehát mossuk. Lehet, hogy átmegyünk a szomszédhoz is, megmosok nála. Világos. Hát mondjuk inkább a fürdőszobában javasolom a tojás mosását, és egyszer használatos papírtörlővel töröljük meg, ugye, és így használjuk. Nem tesszük a konyhakedencre. Ezt csinálja azért meg. Ott ül veled szembe. És a keresztfertőzésnek nevezzük, amikor ha mondjuk salátát készítesz a tojásos étel mellé, akkor a saláta fertőződhet a tojás helyen levő dolgokkal, magyarul a higiéniára. Mondjuk ezt csak a Janiról tudom elképzelni, de ő róla úgy viszont úgy, hogy ő még ki is vasalja azt a zsebkendőt, amivel aztán megtörje a tojást. Hát nem, van nem? Egy alapréteg dörzsi szivacsal, utána jön az egyszer használatos zsepi, és utána azt leszárítom. És utána előtte kivasalja a konyharuát, amivel a végén áttörli a tojást. Na, ez így jó, nem? Úgy érzem, ezt a kérdést egy picit most elvicceltétek, pedig komoly kérdésről van azért szó a maga nemében. Summa summarum, mondjuk a szivacsot nem javaslom törlésre, mert azt utána ki kéne dobni, vagy kifertőtleníteni. A lényeg, hogy óvatosan, gondosan bánunk vele. És a tojásfestésnél használatos tojásfestékek, sajnos azt kell mondjam, hogy szintetikus festékek. Na jó, de senki nem eszi meg, nem? Vagy hát ahhoz már nagyon részegnek kell lenni. Rákerülhet a tojásra, tehát itt arra kell figyelni, hogy aki tojást fest, ott a festékanyag lehetőség szerint minél kisebb mennyiségbe kerüljön az elfogyasztandó belső részre. Én azért már gyermekkoromban fogyasztottam olyan tojást, amit megfestett a héjének a festékanyaga. Minden szóval ez allergi... Gábor. Nem is lettél teljesen épp. Felnőtt korodra, Gábor, azért. Mármint legalábbis a reggelidet halva, azért ott az a tojásos ételfesték kicsit bevert neked ott 8 évesen. Hát nézzétek, itt van a kezemben egy tojásfesték, és van rajta, van benne E127-es és E102-es. És ez a tojásfesték egyébként átmegy a héjon? Tehát érdemes olyan tojást festeni, amit utána mondjuk nem eszünk meg, vagy úgy hámozzuk, vagy úgy festjük, hogy ne legyen a tojás belső festékes. Inkább amikor elfogyasztjuk, a kezünkről megy rá a tojásra. Igazából ez nem nagyon diffundál, nem nagyon megy át a tojáshéjon. Tehát én nem beszélek le senkit a tojásfestésről, csak arra kell vigyázni, hogy minél kevesebb menjen rá a tojásra, mert ezek idegrendszeri problémákat okozhatnak arra hajlamos egyéneknél, gyerekeknél, idősebbeknél. Tehát vigyázunk azért vele, mert örülünk az ünnepeknek, de figyelünk az egészségre is. Ezek a festékek itt vannak azért a közelünkben. Fontos, amit mond, azért ezt egy kicsit meghallgatom, nem, és már úgy túl lennék a húsvétoldók, és elkezdtem szorongani. De fontos, amit mondasz, tehát egyes tojás nagyon jó, kettes, kevésbé, hármas a legrosszabb, ez például egy nagyon hasznos dolog, mindenki figyelje a tojásnak a rajtszámait, sorszámait. Nullás meg a bió. A nullás a bió, hát ez azért ritkábban van, meg nyilván az árban is jelentkezik, de szerintem ezt például kevesebben tudták, hogy a tojásnál te meg tudod nézni, hogy hogy tartották a csirkét. Ez egy jó dolog. És ez csak fontos dolog. Mondom a tojásfestőknek, hogy ha a népi hagyományt elővesszük, és például vöröshagyma héjával festünk tojást, akkor attól meg semmi bajunk nem lesz, mert a régiek okosak voltak. Hát igen, voltak. Vannak természetes megoldások. Jó, hagyjuk már a veszel egy hagymát, belerakod, vagy lila hagymát a vízbe, tojás. Jó, azért nem teljesen életszerű. Tehát értem, hogy mit mondasz, de azért a háziasszony, aki egyébként gyereket nevel közben, csinálja a sonkát közben, feldíszíti barkával a lakást közben, még vörös hagyma festéket csináljon. Nem kell. Én értem, festéket. De hogy azért nem életszerű. De tehát a legtöbb ember megveszi a tojás festéket, és úgy csinálja. De ugyanannyi, hogy vesz egy vörös hagymát, mert azzal sincs több meló. Tudom, 6 perc. Nem, az csak 4. Mint a rakott grumbi, 6 perc, igen. Jó, kalács a második, még beszéljünk erről a hírek előtt, és aztán a sonkát a legnagyobb részt azt hagyjuk utoljára. Jó? Rendben. Van-e ott valami veszély, vagy veszélyforrás? A kalácsoknál a veszély hasonló, mint a fehér kenyérnél, csak még nagyobb. Ami azt jelenti, hogy túl sok az adalékanyag, túl sok a lisztfehérítő, és ugye a kovász helyett kovász aroma kerül gyakran a kalácsba. Nyilván itt azokra a kalácsokra gondolok, amit az üzletekben lehet kapni. Nagyon szépen kérek mindenkit, aki csak teheti, hogy otthon készítsen kalácsot, és mazsolás kalács, igazi házi foszlós kalács, ezek rendkívül ízletesek lehetnek. Tehát ha lehet, akkor ezeket ne üzletekbe vegyük, mert ennek van egy olyan házi hagyománya és ízvilága, ami miatt sokkal jobban esik a házi kalács. Érdekes, hogy előfordulhat, hogy egyes ravaszabb gyártók bevonják a felületét fényezővel. Tehát ezek nem vegyszerek, vagy nem mérgek, de vannak olyan felületaktív, olyan fényező anyagok az adalékanyagiparban is, amelyek kifejezetten magas fényű kalácsokat eredményeznek. Ez elvileg ez tojássárga, tojásfehérje kéne, elvileg, hogy legyen, nem? Tojásból származó fényezőket is használnak. Tehát lényegében én azt gondolom, hogy ezzel ez megoldható, nem olyan magas pluszköltség, de ott vannak az emulgiátorok, a lisztfehérítők, a karamell, a vaníliaaroma, a glutén túladagolás, a szójafehérje,
a cukor, a tejpor, tehát minden olyan dolog, amit el lehetne kerülni, és így sokkal könnyebben emészthetőek volnának a kalácsok. És erre vonatkozólag én már is ráfűznék, hogy igen, holnap... A 4 perces kalács? Nem, 4 perces, ez 3 óra, mert kelni kell hagyni kétszer is a kalácsot, de aki így Gábor és Balázs van ebben az elmentesben, az holnap húsvéti kalács receptet is fog majd találni a húsvéti recepti gyűjtelemben. Igen, holnap kalácsot az lesz. Az király. Hát te nem sütsz, mert nyilván nem tudod azt se, hogy a sütőt hol van a konyhában. Micsoda, a legnagyobb kalácsütő. A legnagyobb kalácsütő. Holnap meg lesz, és tök elmentes nincs. Én például még azt is mondom már, hogy a szárított élesztőt se feltétlenül használjuk, arra egy mondatot reagálhatsz is, mert lehet kapni frisset, még hát, a te kis közértedben, és ott van a vaj mellett. Persze, egy hogy sárga friss élesztőt a kalácsot, nem gondolod, hogy szárított élesztőt teszek bele. Hát. Mi a különbség a kettő között? A sütő élesztő között ugye az instant élesztőhöz tesznek néhány adalékanyagot, hogy ne tapadjon össze. Ennyi. Nagyon nagy különbség azért nincs, de ténylegesen jobb a normál pékélesztő, csak nem olyan tartós. Úgy érzem, azért egy picit kihúztam a gyufát nálatok, amikor itt a műsor előtt beszéltük, hogy ha a kalácshoz lehetne egy 2-3% zappehelylisztet, és egy pici köles lisztet, húsvét van, hajdina lisztet. Figyelj, tenni. Gábor, élni akarunk egyszer, egy kicsit, csak egyszer, úgy 4 napot adjál nekünk. 2-3%-ban javasolnám. Hagyjál minket élni a puliszkával, meg a zappehelyjel, meg a kölessel, meg a hajdinával. Fogja lábbal dagasztani ez a gyönyörű gyerek a kalácsot azért, hogy elmenteset adjon a családjára. Ha kell, meggyúrom makkal, nekem mindegy, csak hadd élvezzem. Igaz, hogy mi találtuk együtt ki ezt a rovatot, meg én nagyon tolom, meg legyen szó erről, de 4 napig hadd érezzük jól magunkat. Utána majd kicsit szomorúvá tettetek. Eszünk újra fényt, meg diétázunk, csak ebben a 4 napban hadd ne tegyünk köles lisztet hajdinával a kalácsba. Egyébként csak mondom, hogy otthon saját kalácskészítő gépünk van, meg kenyérkészítő, beöntölsz mindenféle összetevőt, keveri neked, jelez, csipog, és ott meg kell a kis kalács. Hoppá. Akkor viszont a mazsola mellett, ez fantasztikus, egy pici asszalt áfonyát, ha tennétek bele. Hát figyelj, asszalt áfonya nélkül nálam nem húsvét a húsvét, Gábor. Tehát, hogy kikérem magamnak, hogy te ezzel meggyarúsítasz, hogy asszalt áfonya. Egy hete a kocsi feljárója föl van szorva asszalt áfonyával. Micsoda, a kertben ott vannak a fürtök. Egy picit szinkés rész kerül ilyenkor bele, tehát az a nyomelemeket növeljük így. De megértem a gondolatsort. Egy pici asszalványt azért tennék bele. Egy pici asszalványt. Jó, oké. A sonka még maradt, ugye ez a legfontosabb. Hát ez is nyilván pénztárca függő, ki tudja megvenni a kicsit drágábbat, ami nyilván jobb minőségű. Sajnos az ember nem mindig az alapján dönt, hogy mi a jobb, mi a rosszabb, hanem hogy mennyi pénze van. Ez sajnos igaz ugye a magyar háztartásokra is, vagy leginkább a magyar háztartásokra is. Mi azért megpróbáljuk mégis ebben a nagy sonka káoszban kicsit eligazítani a hallgatót, hogy mégis ha az olcsóbbat veszi, ott mire próbáljon figyelni, hogy verik át a fogyasztót, hogy vizezik a sonkát. Erről beszélgetünk mindjárt. A hírek után 2 perccel elmúlt, 8:30 jövünk a hírek után. 8:45 lesz pontosan 1 perc. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink, itt vagyunk, és folytatjuk Gáborral az elmentes övezetet. Ugye beszéltünk a kalácsokról, beszéltünk a tojásról, mindenki készülhet a húsvétra, valamint ugye a tojás festékekről, és akkor a legnagyobb témakör még hátra van a sonka. Ugye, hát itt is ugye riogatják az embert, hogy milyen átvágások, meg hát a drágább az nyilván jobb, meg jó minőségű, mégis sokan, vagy ugye sajnos talán egyre többen nem biztos, hogy a drágább felé tudnak elmozdulni, és a minőség felé. Honnan tudjuk, hogy mi a hamisítvány, hogy próbálnak minket átvágni, mire kell figyelni, ha az ember sonkát vesz? Nagyon fontos ez a kérdés. Alapvetően a sonka víztartalma a kulcs. Megjelentek ugye ezek a bizonyos hamisított sonkák, de ez a hamisítás szó ez nem mindig célvezető, mert sok esetben legális, csak gyors gyártásról van szó, ami azt jelenti, hogy mikrotűvel, vagy mikrotűsorral, vagy injekciós tűvel megszúrva be lehet injektálni a húsba bizonyos körülmények között, vagy akár a főtt húsba, vagy nyers húsba is, olyan aromákat, olyan páclevet, olyan sós páclevet, amely utána bejárja a hús belső szöveteit, és egy viszonylag jó ízt ad neki. Hogyha ezt okosan, ügyesen, előre tervezett módon csinálják, persze idézőjelben mondom mindezt, akkor nagyon hasonló lesz az íze, mint az igazi sonkának. Ez hogy néz ki, hogy jön a sonka futószalagon, átmegy egy olyan tűpárna alatt, ami van, mit tudom, 50 tű, megszúrják, és azt utána belerakják egy lébe, ott magába szívja ezt az álfolyadékot, és az lesz utána az íz. Lényegében erről van szó, de úgy tudom, tehát én soha nem láttam még ilyen tűpárna sort, vagy tűsort üzemben. Tehát nem valószínű, hogy ez ennyire gépesítve működik, ez inkább egyedileg kisüzemi, vagy olyan technológiákban. Tehát nagyon nagy cégek nem csinálják ezt, én úgy gondolom, mert veszélyes ezt csinálni. Ugyanis a húsnak, a sonkának a tartóságát befolyásolja. A vizes sonka
az sokkal kevesebb ideig áll el, könnyebben fertőződik, nyálkásodik, megtámadják a baktériumok, ételfertőzést, mérgezést okozhat. Ugye a víz az nem való a sonkába, ezért a normál technológiát alkalmazzák. Hozzá kell tennem, Balázs, hogy ugye a sonka, tehát a füstölt sonka előállítása az több hónapos munka. Rendkívül hosszú, körülményes és komoly szakértelmet igénylő munkát. Pusztán a füstkamrában, milyen fából, hideg füsttel, stb. Most nem mennék bele a mélyebb szakmai részbe. A lényeg az, hogy elterjedtek, és főleg ilyenkor húsvétkor a gyors gyártások, hát ezek a sonkák hamar elfogynak, és ebből indul ki a gyártó, hogy amit néhány nap alatt elfogyaszt a fogyasztó, ott lehet egy silányabb minőség is, tisztelt a kivétel. Igen, mert ugye a füstölés maga az nem csak az ízt adja, az a tartósítás is, tehát hogy a sonka hosszú ideig jó, a gyors érlelésű, így mondják, ugye az nem lesz olyan sokáig eltartható, plusz még egy kérdés, hogy lehet, hogy olcsóbb a gyors érlelésű, viszont mit veszel? Vizet. Így van. Hát igen, nem mindenki igen, ugye azért veszi, mert hogy egész egyszerűen olcsóbb, hanem mert a drágát effektíve nem tudja megvenni. Ugye? És tudja, igen, hogy még talán tudja is, hogy rosszabbat vesz, csak nem tudja drágábbat megvenni. Ami fontos, hogy ne legyen nedves a felszíne, tehát úgy mondja a szakma, hogy nyomás nélkül nem lehet vizes a termék. Ha megnyomod a sonkát, akkor előfordul nyilván, de nyomás, megnyomás nélkül lényegében nem távozhat belőle a nedvesség. Ha valaki ilyesmit lát, akkor az vizezett termék. Nézzétek, ugye 40 napig kell, körülbelül ugye 40 napig kell sós pálcében állnia egy normális sonkának. 40 nap sok idő, nem beszél utána a füstölésről és a 20 napos szárításról, tehát több hónapos időről van szó, erre nincs minden gyártónak ideje, ereje, meg kedve, meg pénze, ezért találták ki ezt a bizonyos gyártást, ezt a futószalaggyártást, viszont ennek az az ára, hogy gyorsabban romlik, tehát ha egy technológus használja a fejét, mondom azt, hogy sajnos, akkor az injekciós ampullába nem csak pálclevet fog tenni, hanem egy kevés nitritet is tesz bele, és a nitritről, amivel korábban beszéltük, hogy ez egy rákkeltő anyag bizonyos mennyiség fölött, tehát én nagyon remélem, hogy nem gyakori az ilyen technológia világon és Magyarországon sem, de így tartósabbá tehető, hogyha valaki mikrotűs, illetve injekciós tűs technikával gyárt mondjuk ilyen sonkát, és nitrites pálcsót injektál bele, akkor az még el is fog állni. Sajnos, de nem lesz egészséges. És ott van a füst aroma is, ugye, ami szintén egyfajta átvágás. Ugye? Igen, hát eddig a páclével való injektálásról beszéltem, és most jön a füst aroma. Nyilván a füst aroma is kell hozzá ahhoz, hogy a sejtek belsejébe is a füst bekerüljön. Míg ha valaki normálisan készít, rendesen készít sonkát, akkor még átjárja ugye a fizikai füst. A terméket az megint hosszú idő, az több hetes, több hónapos munka. A füst aroma beinjektálásával ez lerövidíthető, de ez megint... egy sima elszám, ugye? Tulajdonképpen. Lényegében igen, ez egy aroma anyag, és ezzel nagyon sok időt lehet spórolni, mert a belső szövetekbe néhány másodperc alatt bejut. Na most az aztán be fog még diffundálni, tehát eljut a különböző szövetekhez, ami idő, de mivel megszúrják a húst, azért vizet fog engedni. Nyilván ez a bizonyos szúrás pont, ez később összeforhat idézőjebb, mert a hús ahogy dagad, főleg a víztől, ugye ez a szúrás pont az eltűnik. A lényeg az, hogy hát vannak ilyen technikák, amik nem szerencsések, de ez inkább csak ilyenkor húsvétkor jellemző. A füstaromáról egyébként tudunk. Hát a füstaroma azért sok húsorajt van évközben is látott, hogy igen, ott van füstaroma, ugye azért felvágottaknál egy-egy virslinél, ami nem annyira jó minőségű, ott is ott van füstaroma, nem mindenhol. Ugye arról tudunk például, hogy az kártékony lenne az emberi szervezetre? Nem, a füstaromáról nem tudunk, hogy rossz lenne, ez egy kondenzátum. Amiként van kemence aroma, van kovász aroma, van füstaroma, összetett aromák. Van szó. Ezeknek igazán káros hatása, rákkeltő hatása nincs. Vagy legalábbis nehezen bizonyítható. Nem bizonyítható, igen. Allergén hatása felmerülhet, de a fizikai füst az sajnos károsabb, mint a füstaroma. Tehát itt például megfordul a helyzet, tehát a fizikai füstkamrában készült termékeknél az allergén hatás erősebb, mert a fizikai füstben vannak sajnos ezek a pörk anyagok, amik a füst rákkeltő anyagai. A füst aromában ezek igazán nincsenek jellemzően benne, tehát a füst aroma önmagában nem hordoz egészségre általmas anyagot, ez inkább csak egy etikai problémát jelent. Hát az EU most szabályozta is, ugye, a füstölésnek hogy a mértékét, ami ránk nem vonatkozik, mert mi már évek óta betartjuk magyarok. De mi nálunk szigorú a rendszer, igen, így van. Abszolút. Igen, mi jók vagyunk ebben, a svéd halfüstölők viszont bezárták a kapukat. Úgyhogy ők idegeskedhetnek. Igen, amikor szigorítanak, akkor mindig valaki kiesik ezen a rostán, és csökken a gyártók száma. Tehát akkor a sonkát
hát úgy tudjuk megnézni, hogy megfogjuk, megnyomjuk? Például, ha valaki jobb minőségű törekszik, nyilván rajta van-e a gyártó, rajta először van is nyomás nélkül. Igen, veszünk illatmintát, színmintát nézünk, tehát megnézzük a termék külsejét, és aztán megnézzük a csomagolást. A csomagoláson ne legyenek külső rejmi nyomok, ez borzasztó fontos, hogy ahol megsérült a csomagolás, ott már bekerültek a gombák, baktériumok, nyilván ez közhely, de el kell mondani. Ezután pedig mennyire puha a termék, vagy mennyire száraz a termék, ez dönt, a víztartalom dönt. Valaki írja, hogy sziasztok, van, aki páclevet fecskendez a húsba, van, aki vizet, a húsfeldolgozó üzemek is sokszor veszik a képet, sajnos, mint a cukrot. Írja nekünk egy hallgató. Igen, előfordul az ilyen. Előadásokon én is sok mindent hallok olyan emberektől, akik gyártó műhelyben, illetve gyártó sorokon dolgoznak. Ezek egy részét talán elmerem mondani, más részét nem. Már legalábbis nem adásban. Igen, nem adásban, csak a ti füleitekbe fogom besugni. Igen, mégis csak egy kereskedelmi rádió vagyunk, ahol eleve ritka egy ilyen típusú műsor blokkot vagy műsorrészt hallani, de pont ezért vagyunk büszkék. Legyen barátod a hentes, és akkor ő tuti, hogy jót hoz. Igen, hát azért, igen. Azért régen azért, szóval most tudom, hogy ez is közhely, de régen azért más volt. Na, mert minden. A faluba csinálta mindenki a sajátját, elvitték a Pista bácsi, az, aki megfüstölte. Hát igen, de a hentes is úgy kell ismerni, hogy ne az úgy, mert mondhatja, hogy házi, nem házi. Tehát, hogy a hentes azért, ha az utcáról bemész hozzá, és mondjuk te jóba vagy vele ismered, de neki az aranyom házi, az olyan házi. Ja, persze, olyan házi, érted. Kurkumával és aztán szépen megvan kemve, hogy szép sárga legyen, igen. Szóval, hogy... És mit szóltok a pulykasonkához? Mert Feri nem örült neki. Tévút a pulykasonka, az év többi részében javaslom, a pulyka az nem tehát állat. Nem autentikus. Jelen pillanatban nem állat, húsvétkor a bárány az állat és a sertésből készült sonka, és jöhetsz nekem bármivel, akkor is ezt fogjuk megenni. A jövő héten találkozunk, akkor mondjad az okosat, hagyjál bennünket békén ünnepelni. Szépen, Gábor! Gábor, nézd, én megkossoltam. Közé szorítottak engem. Én megkossoltam ezt a gabonasonkát, én gondoltam, hogy idén húsvétkor újítunk, mondtam a Vikinek, engedd el. Engedd el a sonkát, egészségesek leszünk. Gabona gömböt, sonka helyettesítésére gabona sonka. Hát, ha ettél már szar. Gyerekek, ez körülbelül szerintem ez fantasztikus, gyerekek. Ez fantasztikus. Nagyon szép húsvétot kívánunk. Ez pont ugyanolyan, mint ugye a nő helyett is lehet a guminőt használni. Nem ugyanaz. Le a kalappal, hogy ezt megeszitek, Gábor. Le a kalappal. És látjátok, a kis kötőzés is van rajta, kis kötél, tehát kötőzött gabonasonkáról van szó. Azt gondolom, ez egy jobb választás. Mi lesz a húsvéti asztalon nálatok ezen kívül? Nyilván friss búzacsíra, ugye, az húsvétra. Tényleg, mit tesztek húsvétkor, ez jó. Majd aztán arról is beszélünk, hogy mit reggeliztél, de nálatok mi egy húsvéti menü. Hát, meg fogtok lepődni, de igazán komolyan nem változtatunk. Tehát mi húst nem teszünk az asztalra, hanem ilyenkor tofu kerül az asztalra, diókolbász kerül az asztalra. Jani hallja már könyvbe lábadt a szemem. Friss gabonakolbászt kerül az asztalra. Definitely. És előfordul, hogy mi is festünk mondjuk tojást. Ne! Szép színek. Vannak benne. Az elfogyasztások az már nyilván kérdéses, és hát ilyesmi. Sok zöldséget de fogyasztok. De még a festeni való tojást is szalmonett értett. Nagyon mentesítetted, igen. Nagyon fontos a higiéniai állapot, tehát igen. Világos. Mi a desszert, mivel rúgtok ki a hámból? Tehát egy délután kettőkor azt mondod a párodnak, hogy édesem, ennék valami édeset, egy kicsit rúgjunk ki hámból. Mit tesztek húsvétra? Zappehelylisztes muffin, házi magyarókrémmel az méz. Méz, mogyoró és egy kis kókusztejpor így készül, és lényegében egy ilyen házi muffin készül. Egy jó zappelyes. Na most azért kalácsot is készítünk, de inkább teljes örlésű lisztek is kerülnek hozzá, és a korábban említett kölesliszt, amarántliszt, de megmondom őszintén, inkább édesanyám szokott készíteni foszlós kalácsot. Biztos, hogy földön kívüli vagy. De egész biztos, hogy nem elvilági vagy. Teljesen biztos, hogy nem elvilági. Szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy vigyenek meg engem. Nem, nem fognak tudni, Gábor. És ha van olyan kedves hallgató, aki szokott ilyeneket készíteni, és esetleg tud reform kalács recepteket, ne hagyjanak engem cserben. Nagyon jó, csak a jövő héten húsvét lesz, Gábor, nyugi, engedd el, ünnepelj, hadd jöjjön az a fehér foszlós kalács. Mikor rúgták ki utoljára a hámból? Mikor volt az, hogy most nem érdekel semmi, én megeszem ezt a vega hamburgert, eszem egy sajburgert hús nélkül, bemegyek ide a nem tudom hova, és betolok valami olyan, hogy nem volt utoljára. Mikor volt az utolsó, amikor kicsit bedobtad a lovak közé a gyeplőt, és ettél valami nagyon durvá. Az a baj, Balázs, hogy nekem ezek nem okoznak örömet. Aha. Tehát nekem nem, tehát ne úgy képzeljétek el, hogy őszinte részvéteteket kifejezitek irántam, amikor én nem fogyasztok hamburgert, mert nem kívánom, nem ízlik. A fehér kenyér, a fehér termék nem ízlik, tehát én már ezekre rá se bírok nézni. Aha. És ezt most nem erőltetett módon mondom, mert furán hangzik, de én megkívántam az egyéb dolgokat, kimosták, és fejben történt egy változás. Kivették nekem. Tehát én most nem megjátszom azt, hogy én most nekem ezt kell mondanom, ezt mondom, hanem ezek esnek jól. Aha. Egy szelet ilyen
cukrászatban elkészített kakaóvajas csokoládét akartam neki adni, de olyan minőségű, hogy tényleg azt nem tudtam rajta letolni. Ha juharszirupppal készült volna, vagy agavészirupppal, esetleg nyírfacukorral. Most kezdett tényleg kiúzni a juhar. Mi volt a reggeli ma? Kérlek szépen, megmondom őszintén, hogy ezt a gabona sonkát fölvágtam szeretekre. Te pazarló, és, te hedonista, te! Igen. És megettem az egyik felét egy ilyen gömbölcnek, tehát most ez egy komoly dolog volt, és házi készítésű tök magos erőkenyérrel fogyasztottam el. Erő? Tehát, erőkenyér. Ez tök maglisztel, szezámlisztel készül otthon, és nyilván a házi kovásztal illesztővel, stb. És ehhez zöldborsós párolt köröst, ez csak azért, mert önmagában üresnek éreztem ezt a reggelit, mert nem édes reggeli. Jó zöldborsos párolt köröst nélkül nekem se indul el a nap. Teljesen egyértelmű. Egy pici fűszerkeveréket tettem rá. Imádom a glutamátmentes fűszerkeveréket. Úgyhogy így most úgy érzem, hogy kirúgtam a hámból. A glutamátmentes fűszerkeverék az rendben van. Tehát egy normális fűszerkeverékben ne legyen ízfokozó. Jó. Gábor, valahogy él túl a húsvétot, jó? Köszönöm, igyekszem, de ti is. Imádkozz érettünk bűnös lelkekért, jó? Gondolj rám, hogy belefulladok a sonkába és a karácsonyba, de húsvétkor az ember tényleg nem tudja megállni. Én sem eszem sok szénhidrátot, meg ilyen fehérkenyereket, de húsvétkor ezt nem lehet megállni. Egy hét múlva találkozunk. Rendben, jó, Gábor, köszönöm. Vigyázz magadra. Köszönjük szépen, hármasugrás, játsszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Ennek a Gábor gyereknek van élete, kérdezik, hallgatok. Van neki, csak nem olyan, mint a miénk. Ugratjuk csak, de szenzációs kis palió egyébként. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, Kriszti, honnan hívsz minket, Kriszti? Hát, 18. kerületből Budapest. Nem hiszem el. Komolyan leteszem a hajam. Gyerekek, tényleg nincs olyan egy hétig, és benyomta az embereit? Gyerekek, nincs egy Dunaújvárosi, egy Paksi, egy harmadik kerületi? Tehát Juli. Nincs baj a 18. kerületben. Hát, 15. kerületből jöttem, aztán a 11. kerületben laktam, tehát Aha. Én nem régen vagyok itt. És akkor most azt kell mondani, hogy de most megtaláltam álmaim kerületét. Figyelj, nem tudod, Jani kirajzott már a kerületből, érzed az erőmozgását? Vagy ott lehet még a kerületben, és másfél napja ellenőrzi az autót, amivel nem sokára nekivágnak ennek a bruttó 80 kilométernek. Hát szerintem még ellenőrzi. Még ellenőrzi, ugye? Még itt van Igen. valami mozgás az erőben, még nem indult el. Jó. Még nem. Oké, okay, viszont itt hagyta nekünk a harmadik kérdést, amit tologatunk most már lassan egy hete, úgyhogy próbálj odáig eljutni, jó? Jó, igyekszem. Ami nem az, egyébként, ami nem az, amiről szoktunk beszélni. Itt van felük. Nem az? Nem az. Ez most nem az a harmadik kérdés, nem tudom, hova tűnt, mindegy. Jó, így szól az első dedikált egérrelátétért. Nyakbalkasztói, bocsánat. Melyik Magyarországgal szomszédos állam fizetőeszköze a hrivnya? Még egyszer, milyen fizetőeszköz? Hrivnya. Hrvnya. Pedig ezt szerintem tudom. Elég sokat hallunk most. Ha az internetet kicsit gyorsabban kezeled, akkor ukrán, már volt. Nincs internetem, nincs segítségem. Ukrán esetleg? Az. Ukrajna, így van. Jaj, jó. Oké, mehetünk tovább? Igen. Így szól a második erős dedikált egér alátétért. Melyik sportágban nehezítik a játékot bunkernek nevezett mesterséges akadályok? Ez nehéz kérdés. Foci jobban ment volna talán. Bunker. Aha. Valami rosszra gondoltam. Nem, ez a golf. Golf, ez a golf. Tényleg. Igen. Tényleg, most jön, most beugrott. Hát, sajnálom. Ne, ez Jani bosszúja, gondolj így rá, jó? Jani bosszúja. A hosszú évek, amelyeket munkával töltött, most jönnek elő. Igen, Jani bosszúja a hallgatókkal. Nem, próbálkozom, mert az igazság, hogy valakinek szeretnék nyerni, aki nagyon-nagyon kisegített engem. Uh-huh. Egy kicsit bajban voltam, és ez egy önzetlen ember, Tamásnak hívják, szokta hallgatni titeket. Ez tegnap előtt történt, én tegnap felhívtam, hogy visszaadjam a segítséget, de nem engedte. És akkor így akartál neki segíteni. Igen, jó. Igen. Úgyhogy van, hogy próbálkozom. Oké, okay, játsszunk még, Kriszti, ha sikerül, akkor. Jó, akkor, ja, további szép napot. Üldjük. Köszi, Kriszti, ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra van pontosan, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 4:10 van pontosan, jó reggelt kívánunk, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, Jani nincs, ketten vagyunk.
Mi és a biosonka? És a gabonasonka. Gömböc. Gabona gömböc. Gabona gömböc, így van. Többen kérdezik, hol lehet a robotot visszahallgatni. Morningshow.hu. Jó, menjetek föl, rengeteg extra tartalom. Régi robotokat vissza tudtok hallgatni, régi hanganyagokat. Gábor összes előző megszólalása fönt van a morningshow.hu-n, plusz tartalmak is vannak, úgyhogy érdemes így napközben archívanyagokat akár visszahallgatni. Morningshow.hu. Már csak azért is, mert most nyilván kicsit elvicceltük így a húsvétre való tekintetet, de itt például írja egy hallgató, hogy a műsort hallgató leszokott az esti tejfogyasztásról, és rendbe jött a közérzet, az erőlét sokkal jobb, úgyhogy ezt köszöni szépen a Gábornak. Tehát persze, a Gábor jó, a figyelj, Gábor nyilván szakember. Humorizálunk meg, kicsit oldjuk ezt a dolgot, rengeteg információ jön a Gáborból, próbáljuk ezt egy kicsit fogyaszthatóbbá tenni, de azért ez a rovat, ez azért van, meg azért csináljuk, meg azért adunk ennek hangot, meg azért hagyjuk, hogy a Gábor itt beszéljen, illetve pontosabban szerettük volna, hogy itt beszéljen, hogy elhangozzanak azért hasznos dolgok. Hát nyilván egy picit muszáj humorizálni. A reggeli azért az adokot arra, szerintem. Igen, hát kettő nap alatt belehalnánk szerintem. Náluk egy óriási csíra festi a húsvéti tojásokat, egy frissen ki kell búza csíra, van ez így. Jó, igen. Hát ilyen is kell. Igen, na nézzük, mi a helyzet a közlekedéssel. Van egy-két SMS, M0-ás 55-ös kilométerre egy futó a leállósában a szalakorláton nyújt. Ügyes. Marcos küldte nekünk, 81-es szám úton mérik a Székesfehérvár felől érkezőket, üzeni Kálmán. Dugi üzeni, hogy a füzesgyarmat belterületén trafi mér, üdz Dugi. Nálam Dugi a naphallgató. Dugi nagyon, nagyon jó vagy. Dugi nem tudom honnan bukant föl, de Dugi nagyon jó. Így írja, Dugi üzeni. Nagyon jó. M6-os alagutaknál munkavégzés, a Budapest felé haladók oldala le van zárva, és átterelik őket a szembesávba. Így az alagutakban szembeforgalom van, 60-as sebességkorlátozással. Mögli küldte ezt nekünk. 81-es számú főút, igen, jó, ott lesből fotóz a szervez. Mondtam, trafi az M5-ösön, Albert is a határában a 44-es kilométernél, Szeged irányába üzeni Kornél, és Debrecen a 4-es út elkerülő szakaszán fehér autóból észrevétlenül mérik az autósok sebességet. Orosz Józsi küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Valami nagyon sokan panaszkodnak, hogy rengeteg román kamion megy, ami nem is baj, de gyorsan mennek, mindenkit lenyomnak, nem egy SMS jön, hogy valaki csináljon velük valamit. Hát igen, lehet, hogy kellene. Feszegettük már a témát, nincs rá jó megoldás egyelőre. Igen, foglalkoztunk ezzel. Kérdezi valaki, hogy miért nincs Peti hetes, ennek két oka van, az egyik, hogy csütörtök van, te nyomós ér. Igen. Igen, ez egy nagyon fontos érv lenne, ha még lenne a Peti hetes, hogy csütörtök van. És azt nehéz is megfúrni, mert én próbáltam most gondolkodni, igen, mivel tudom ide bedumálni, de nem. Ne törődj vele, 6 évig pénteken volt, de ez semmi baj. A másik, hogy egyébként Petitől mi elköszöntünk, úgyhogy egy-két hete, talán egy hónapja már nincs Peti hetes. Szabadság rengetük hosszúra. Igen. Máshol tudja kamatoztatni a tudását, a tehetségét. Hol lehet most ő? A kicsi. Mit csinál? Szerinted most ebben a pillanatban, így 4:10 után 3 perce, nem? Megígértem neki, hogy nem zavarjuk. Amatőr. Nem ha akarom, külföld... hadd pihenjen. Jó, ha külföldön lenne, azt megértem, de belföldön vannak, szerintem beleférne. Tudjuk, hogy az ő esetében azért ez barokkos túlzás. Azért csörögjünk már rá. Hát egyáltalán, hogy kicsönge, be van-e kapcsolva a telefonja, fölveszi, beleszól, letesszük, nem zavarjuk. Olyan, mintha mondjuk hívta volna, érted, egy bank egy új konstrukcióval. Annyi, azt is fölveszi, tényleg? Most fölhívom, és azt mondja, hogy tessék, Vadó János, mert ugye így veszik, és letesszük. És mit tudunk meg? Semmit, hogy itthon, hogy él, hogy megvan. Hogy tessék, Vadó János, és letesszük? Igen. Úgy nem is mondja, hogy Vadó János. Azt mondja, hogy tessék. Félsz, hogy meghalt, vagy hogy történt vele valami? Ne, hát csak te mondtad, hogy aggódjunk érte, merre lehet. Hívjuk fel többször, és nézzük meg, hogy mikor lesz ideges. És én vagyok a rohadék. Én. Várjál. Azt mondja, van számot hozzá? Van. Kell, hogy legyen. Mondjuk, nekem is van. De várjál. Na most azért tudjuk, hogy a Janinak több telefonja van. Azért, hogy van 4 száma, igen. Melyik a jó, 30-as vagy 70-es? És fölhívjuk. De olyanok vagy, mint a gyerekek. Hívogassuk és tegyük le, mondja a feleségem. Többször. Mert van humora. Sose késő felnőni. Mert neki van humora. Gondolj, de milyen nálunk a karácsony. Nézd, ég a fa. Ura. Tehát győződjünk meg arról, hogy jól van. Igen, hogy él. Hogy él. Jó. Abban a pillanatban, hogy fölvette Ted. Vadon János, tessék. Jól van. Jó. De rohadék.
Nyúzott volt. Egy kicsit. Nyúzott volt. Igen, mert ötig nézte szerintem valamelyik sorozatát. Nyúzott volt. Vagy nem tudtak elindulni ma reggel a kocsival. Rossz kedvűnek tűnt. Én tudom, mi nem így veszi föl. Nem volt benne az a vitalitás. Aha. Az a lendület. Valami nem stimmel. Valami eltört ennél a fiúnál. Defekt. Most. Hogy? Ledobarás. Viki, nőj már föl, tényleg. Hát, mert lassan 40 éves vagy te is. Hívjuk föl megint. Ugye, hogy egy kicsit nyúzott volt? Igen, na most vagy az van, hogy amiatt ment szabadságra. De tuki, hogy bemutatkozik, az tök helyes. Ez jó, az bírom, igen. Tőle. Tehát azért ment szabadságra, mert már nyúzott volt előre, vagy most történt valami, és nem tudtak elindulni. Szerintem ugrott a balcsi. Tehát a nagy kirándulás... Ugye, hogy én ismerem őt, hogy nem így veszi föl. Valami nem stimmel. Mi reméljük, nincs baj. De legalább jól van. Aha. Ha nem meritek felhívni, adjátok meg a számát, feljövöm, ez fűtjének. Na, egy érdekes cikk jutott a birtokunkba, és szerintem sokan jártak hasonlóan, akiknek vagy ajánlottak valamit, vagy végső elkeseredésükben elmentek kamu orvoshoz, kamu természetgyógyászhoz, kamu léleklátóhoz, lélekgyógyászhoz, és ott olyan gyógymódot tanácsoltak nekik, olyan orvosságot, vagy olyan rituálét, ami aztán nyilván nem segített, mert hogy egy lélekgyógyász, egy ausztrál lélekgyógyász, aki egyébként a fekete mágia, a számisztika, a meditáció és az asztrológia nagymesterének mondta saját magát, és hát azért bajos időkben legalább egyszer ki nem ment már el egy ilyen emberhez, ugye, amikor valami nagy szerelmi csalódás volt, vagy esetleg munkai problémák. Elment hozzá egy 27 éves lány, és a 27 éves lány tartózkodása után a rendőrségnek kellett letartóztatnia ezt az embert, méghozzá az ausztrál rendőrségnek, mert hogy ez a Sydney-ben élő férfi nem csinált mást, mint hogy benyúlt a 27 éves lány bugyjába, és egy ritka tibeti gyógymódot. És volt neve is, ez egy nagyon ritka. Csak a legnehezebb esetekben alkalmazom ezt, hölgyem, értse meg, itt egyfajta gyökércsakra masszásra van szükség, mondta a férfi. Benyúlt a 27 éves lány bugyjába, és megpróbálta, ugye hát az ő elmondása szerint nyilván nem molesztálni a páciensét, a páciens elmondása szerint molesztálni a leányzót. Mindezek után pedig felhívta a figyelmét, hogy ez egy titkos beavatás volt, erről ne szóljon. Erről ne szóljon senkinek. Saját állítása szerint a fekete mágia, az asztrológia és a számisztika nagy ismerője elmondta egyébként, hogy ez egy teljesen bevett titkos beavatási dolog, hogy a lányok bugyjában kell megtalálni azt a fajta átkot, amit ő megpróbált levenni. Nyilván kivonulta le a rendőrség, és akkor elmondta, hogy mielőtt megbilincselik, hadd hadonásszom még az égbe egy kicsit, vagy az égre mutogatva, hogy valamilyen titkos erőt próbált ezzel megjeleníteni. És akkor, hogy ne lehessen megbilincselni, biztos az. Igen, hogy ő valamilyen titkos erőt próbál hívni segítség, hogy letartóztatták ki szexuális zaklatásért egyébként, de is ítélték. Aha. Ez náluk de is hogy régen egyébként, mi az általános iskolában csináltuk, egy sunázásnak hívták már elnézést a igen. Dolgot. És hát nagyon kevesen jutottak el idáig. Csak ő tényleg nagy mester. Ti is alkalmazzátok a gyökércsakra masszást. Csak azt nem értem, hogy ugye állítólagosan itt a dolog megtörtént, és a nő ezt hagyta, kifizette a cikk szerint, majd elment és szólt a rendőrségre. Tételezzük föl, hogy a te párod, vagy a Viki, vagy a Juli, ha itt van, itt a Juli is, Júli, majd gyere már egy pillanatra, létszik. Ha elmennél sunázni, jó? Hogy, tehát ott állsz te egy ilyen Louis Padre kinézetű emberrel szemben. Kiszolgáltatott vagy, ott hagytak, csalódtál. És azt mondja neked, hogy hölgyem, akkor vegye le a nadrágját. Aha. Miért? Orvosnál is levetkőzöl, nem? Igen, várjál, de orvosnál nyilván levetkőzöl, ha mondjuk egy nőgyógyászhoz mész. De hogy azért ott, tehát azt mondjuk, hogy a Pali nyilván szexuálisan zaklatta, de azért a nőnek is hülyének kell lenni. Nem. Már hogy elment hozzá, ott kezdődött a dolog. De figyelj, na, én is voltam ilyennél, te is voltál szerintem. Egyébként voltam. Mondjuk ti nektek nem kellett, mert kidobtátok a disznólábat az asztalra, persze. És azonnal tudtad, ahogy... hogy fölfelé állt, akkor az a jó tavaszt hozott, jó aratás, nem? Nagyon jó. A kecskének a szarva lefele. Hát persze, pörzsölésnél, hogyha úgy ugrik le az egyik. A malacfarka. Így van, a balos köröm, akkor már tudod, hogy milyen a termés. Akkor neked nem kellett elmenni. De voltam Frabátónál egyszer. Tényleg. Ő nagy mágus. A legnagyobb mágus. Hogy... Tehát itt, de várjál, szóval, hogy a nő 27 évesen, most ezt megcsinálja 14 évesen, de azért te felnőtt nőként elmész, és te hagyod, hogy egy idegen pali meggyőzön arról, hogy ez egy titkos beavatás, egy tibeti szertartás, gyökércsakra masszás, és megmasszírozza a csúnyádat. És ott állsz, és egyébként ezt végignézed. Szóval én mindig azt gondolom, hogy azért a nőnek is ebbe benne kell lenni,
vagy megilletődött, és azért nem szól rá. Tehát igen. Valaki könnyékig benne van a bugyitban, azért az nem ugyanolyan, mint egy nem tudom, egy kártyajóslás, nem? Hát de. Tehát a kettő között azért van különbség. Annak, egyébként tudod, mi történt? Az történt, hogy ő hitt benne végig, hogy ez rajta segíteni fog, tehát az ősi tibeti nunizás, az jó lesz neki, már nem csak úgy lesz jó, hanem megfogja azt a problémát oldani, amivel ő oda megy. De akkor utána ne menjen el feljelenteni zaklatásért. De nem oldotta meg, érted? Tehát vagy hagyom, és akkor viszont nem jelentem fel, vagy nem hagyom, de érted? Nem. Tehát az, hogy hagyom, és utána még viszont én is hülye vagyok, de feljelentem. Nem. Mit keres a bugyimba? Elment a hölgy igen? Oda, mert elhagyta a párja. Megcsinálta a tibeti nunit, hazament. A tibeti nuni masszást. Tibeti nuni masszást, hazament, és a csávúja továbbra se volt belé szerelmes. Na, ekkor lett ideges. Hogy ez nem működik, tehát zaklatás? Így van. Aha, tehát ő azért szép. Jelentett föl. Ha hazamegy, és a párja otthon van, és szerelmesen egymáshoz bújnak, akkor senki egy szót nem szól. Ugye Magyarországon halljuk, hogy a navosok mindent kipróbálnak. Képzeld, elmegy egy ilyen navos egy ilyenhez, nem? És azért, hölgyem, adok számlát, de majd csak a végén egy tibeti nuni masszázs szeretnék, és így a két napos mutogat egymásra, hogy ez melyik vállalja be. Szóval ebben szerintem a nő is azért benne kell, hogy legyen, tehát aki ennyire hülye, hogy ezt végignézi és hagyja. Júli, mondjuk elmész egy jóshoz, tessék. De el vagy keseredve, ott hagyott a férjed. Tényleg kilátástalan az egész, ugye sokszor ezzel élnek vissza. És hát azt mondja, függ, hogy mennyi ideje nem voltam pasival. Mondjuk ez is igaz. Igen, igen. És hogy kimasszíroz, ugye? Így van. De egyébként ugye egy csomó masszőről lehet tudni azt, hogy bizonyos extra szolgáltatásokat is igénybe lehet venni. Tehát ezt így kézre adnak bizonyos telefonszámokat. Nem lehet, hogy ezt a jóst is így ajánlották? Úgy kézről kézre ment, hogy tudták, igen. Hogy ez jó. Tehát lehet, hogy azt mondta valaki, hogy te figyelj, menjél hozzá tibeti masszázsra, aha. És lehet, hogy lesz belőle egy kis nuni masszázs. Még én is járok masszázsra, de még nem éreztem soha, hogy bum-bum finisre törekedne a masszőr. Tehát, hogy ez így azért ebben a formában azért... Nem jó fórumokon próbálkozol. Vagy lehet, hogy rossz helyen mondjuk férfi a masszőr. Tehát igen, ez lehet, és azért, a Júli tud olyan számot adni neked, aki megcsinálja. Van legalább három. Van bang-bang finish. De mondjuk tényleg elmész, hát azért egy adott ponton neked eszedbe kell, hogy jusson, hogy azért nem biztos, hogy természetes a bugyitban turkál, vagy meg tud az ember annyira illetődni, hogy én végig hagyd. Hát meg tud annyira illetődni, de sokkal inkább bennem az a fura, hogy van egy ember, aki fel tudja mérni azt, hogy ki az, akinél bepróbálkozhat ezzel, érted? Tehát, hogy hogyan dönti el az, hogy ennél az embernél nem érdemes próbálkozni, vagy ennél a nőnél nem vethetem be a tibeti nui masszást, mert fel fog engem érni. Tehát érzi, ez a típus érzi, hogy ki az áldozat? Tudja. Uh-huh. Hogy nálam megtehetem, a másiknál meg nem. Mondjuk annát megnézni, hogy bepróbálkoznak nálam, az meg is verné. De azért verné meg, mert nem nunizta meg eléggé masszázsilag, érted? Anna megverném, valószínűleg annyira meg lennék illetődve, és annyira zavarba lennék, hogy velem lehet, hogyha ennyire nagyon lökött állapotban lennék, tehát már mindent kipróbáltam, elhagyott a pasi, azért ott sok minden össze tud borulni. Te voltál ilyenen egyébként végső elkeseredésedben? Bárkinél, aki az elmentél, és azt mondta, hogy igyál kecskevért, vagy rakjál fonott zsinort az ajtódra, vagy bármilyen? Hogy szedje le rontást. Rontást, kötést. Meg igen. Oldást, meg akármit. Nem, de volt olyan állapot, amikor nagyon komolyan gondolkodtam rajta. Nagyon szerelmes voltam egy pasiba, és azt gondoltam, nem jött össze, hogy akkor most már valamit az égiekhez kell fordulni, hogy valami kapcsolat létrejöjjön. És akkor elmentél és köttettél egyet? Nem, nem mentem el, végül nem jutottam el odáig, mert anyád adott két pofon, bejött a dolog. Így van, nem, azért tehát annyira meg sikerült megőriznem a józanságomat, tehát végül nem mentem ebbe bele, de volt egy időszak, amikor azért ezen gondolkodtam, tehát erősen. Felül. Szerintem megdöbbennénk azon egyébként, ha kiderülne az a szám, hogy valójában végső elkeseredésükben, amikor már tényleg nem tudsz kihez fordulni, hányan mennek el. De legalább egyszer ezen mindenki átesik. A Viki nagy mindenféle emberhez járó, talán el kéne gondolkoznom, hogy mit hogy keres. Hogy is vagy ott, ugye? Hogy mit keres ezekben az embereknél. Múltkor jött haza, mondom, nagyon voltál? Ugye voltál, és mit kellett csinálni? Mondjuk, hogy googolni párat. Mondom, nem akarok többet tudni. Nem, tényleg? Googolt? De és az mire adta? Vagy ez mire volt jó? Lehet, hogy csak rögzített a merevlemezre, hogy a Viki ott előtte Google, és mondom, Viki, úgy nyugtass meg, hogy azt mondtad, hogy köszönöd szépen, és nem googoltál. Azt mondja, működött, bedurantok a combizmai. Viki, ne idegesítsél, tényleg hagyjál már ezzel, hogy működött. Persze, és a három zsinorlóg az ajtónkon, és leveszi a rontást. Googolt. A jósnál, arra... érted? Googolt. De ezt arra kérted, hogy cserélje le végre a téli gumiaidat? Vagy mire? Ne, az, hogy legyen nagyobb combizma. Vagy tényleg vigyen már el az autóját egy gumishoz, hogy cseréljem le. Googoljon ötöt. Szóval azért sokfajta módszer van, de nem tudom, mi az a módszer, ami googolásnál igazából utána megoldódik. Tehát, hogy...
Nem, minden, nem kérdeztem nekem többet. Nekem egy nagyon közel ismerősöm volt most pont egy ilyen kezelésem. De mit csináltad? Hát ott ez valamilyen energetikai kezelés. De olyan van, tehát hogy az működhet. De nekem az volt a fura, mert beszélt közben állítólag róla, hogy jönnek az UFO-k, meg hogy kik tudják ezt a tudást, meg egyebek. És állítólag utána két napig olyan volt, hogy be lett volna tépve. A nő azt mesélte, hogy egészen furcsa állapotba került, és hogy a nő este 11 órakor ígérte neki, hogy majd küld neki energiát a légterben, és 11-kor érezte, az ablak, hogy jön mi? A lökés hullám. 11-kor érezte az energiát. De ilyen, tehát ezek a dolgok egyébként komolyabb rendszerekben működnek, hogy te bizonyos dolgok segítségével te mondjuk gyógyítani, vagy távgyógyítani tudjál, vagy akár energiát adni, tehát ilyen rendszerek azért vannak. Csak ezeket mélyebben kell ismerni, tanulmányozni, tanfolyamokra járni. Tehát azért ilyen rendszereket én is ismerek, sőt bizonyos dolgokat használok is. Erről nyilván nem beszélek, nem akarok a pataki sorsára jutni. Hogy ott ülök majd a Hajdú műsorában, és azt mondom, hogy fénylelkek vagyunk, de nyilván erről az ember azért kevesebbet beszél. Tehát így, amikor azt mondják, hogy guggoljál tízet, mert utána leveszem róla a rontást, azért elbizonytalanodnál. Hát nem kivéve a Vikipédia. Ő azért jár ezekhez, hogy tesztelje őket. Bejött, gondolom olcsó, ugye? Mehetünk is tovább. Nekem volt egy barátnőm, aki jó sokat járt így végig. Cikket írt róluk. Volt, akinehez szűk jól szabotba ment el, kis kosztümbe, kis körömcipőbe, lakkozott körömmel, na ott olyan fényes karriert jósoltak neki, hogy ihajcsuhaj. A következő alkalommal kismama ruhában, na ott jött a következő ikerpár lesz, 3 gyerek, tehát mindig annak megfelelően jósolt az asszony, hogy éppen mit látott maga előtt. Te voltál már jóstán? Egyszer. És mit sztorigálán. Nagyon részegen. Sorba álltunk a jósnő hát előtt. Ja, hát a sztorigálán mindig a legjobb jósokban. Tehát a sztorigálán akkora orákulumok vannak, te figyelj, hogy ott semmi. Frabato és Louis Padre a kanyarban nincsen a sztorigálán felvonultatott hatalmas médiumokhoz. Nagyon-nagyon vicces volt, mert az már ilyen este 11-12 környékén ott már áll, nagyon sok illuminált kis kosztümben álló nő, vagy kis estében álló nő, tartja az egyik kezében a pesgős poharat és vár a sorára. És hátulról az Ómolnár mondja, hülye vagy ő a D-tót, mondjad neki, hogy jó, mondjad neki, hogy nagyon szép tévés karrier lesz. Általánosságokat mondott, olyanokat, hogy valószínűleg nekem van valami betegségem, hát kinek nincsen valami betegsége. Aha, azt nem tudta megmondani. De utálom az ilyet, semmi konkrétat nem mond. De viszont azt mondta, hogy lesz még egy gyerek, tehát hogy nekem 3 gyerek van. Igen? Bekanyarintva, igen. És hogy álltok? Hát egyelőre 2-nél. De mindezt úgy mondta, hogy jön a harmadik, hogy megkérdezte, hogy most hány van, mert úgy én is megmondom neked, hogy elvileg benne van. Nem, vagy azt mondta, hogy Júli, egyébként látom, hogy most 2 van, lehet, hogy jön a harmadik, vagy előtte megkérdezte, hogy mennyi van. Megnézte a kezemet, és azt mondta, hogy 3 gyereket lát, nekem 3 gyerekem lesz. De azt nem mondta, hogy már 2 van. Azt nem mondta, hogy már 2 van, 3-at mondott, 3 gyereket mondott. És éppen akkor építkeztünk, és mondta, hogy nagy feszültségeket lát a férjemmel. És az mondtam, volt, hogy igen, mert építkezünk. Jó, nekünk is 3-at mondtak. Hát? Tudod, mert ezt nekem is mondták, hogy 3. Aha. Akkor? Vikinek is annyit mondtak? Neki 4-et. Ja. A legutóbbi azt tudod, miért ment el? Tudod, miért ment el Viki a legutóbbihoz? Nem. Mondom, hogy oda miért mész? Meg közel van. Ja. Ez elég indom. Mondom, ez nagyon nyomorsért. Hát ez nagyon fontos, ha az ember így válasz. Van a környéketeken még olyan jós, vagy térlátó, vagy nem tudom milyen látó, akit a Viki még nem... Törzskártyája van mindegyikhez. Hallod? Előre veszi. És mindenhol googolhatott. Nagyon nagy játékos egyébként. Jönnek az SMS-ek, hogy ki mit élt már át. És kinek mit kellett csinálni, egészen elképesztő dolgokat írnak a hallgatóink. Az egyik hallgató azt írja, hogy nekem a jós azt mondta, hogy akasszak fel a bejárati ajtó kilincsére egy piros szalagot, amire kösse 9 csomót. És így nem lépett be a lakásomba rossz szándékú ember. Ha komoly fenyegetéstől, rablástól akartam volna megóvni az otthonomat, vagy karamboltól, lopástól az autómat, akkor képzeletben bárányvérrel rajzolt keresztet kellett volna az ablakra tenni. Nem tudok bárányért szerezni. Esetleg valaki tud segíteni? Szóljál, viszek. Így egy hallgató. De képzeletbe kell a bárányvér, meg a rajzolás. Vagy igazi, vagy bárányvérre rajzolt keresztet az ablakra rajzolsz. Te mit csináltál a Frabatonnál egyébként? Egyszer elmentem hozzá egy viccből, nagyon jó kis bungia van, én mindenféle koponyákkal és füstölők ehelyen, amit el tudsz képzelni, hogy akkor most ő nekem jósol, és mondta, ezt 10 évvel ezelőtt körülbelül, hogy az elkövetkezendő 3 évben nagyszerű külföldi karrier vár rám. Mondjuk voltam 2-szer Horvátországban nyaralni. Mondta, hogy nagyszerű külföldi karrier vár rám. Nem tudtam hova tenni, de mondom, azért 2-szer voltunk Horvátországban abban a 3 évben, úgyhogy én meg vagyok. Ha szupermasszázs szeretnél, Balázs, várlak szereteted, ülv a két ujjas Bang Bang Józsi.
Jerry Jones főmágusnál szexuális rontás levétel címén orálisan kellett volna őt kielégíteni, mindez 15 ezer forintért ír nekünk egy hallgató. Aha, mert hogy bemegy az ő anyaga, és akkor a rossz kijön belőled. Atyaisten. Egyszer egy cigányasszony jósolt a tenyeremből, és elmondta, hogy egyszer születik egy gyermekem, vagy fiú lesz, vagy lány. Igen, okos. Nekem a saját nagymamám csencselt egy táltos oklevelet egy bolhapiacon. Addig nézte a nappali falán, amíg elhitte, hogy ő is az. Egy találkozásunkkor leültetett a saját nagymamám, megfogta a fejem, majd megkérdezte. Kisunokám, érzed? Oké, mama, de mit? Azt nem tudom. De ő egy táltos, és valamit biztos kell érezned, mondta a nagyi. A legjobb igen, ilyen jósolós trükk, hogy volt egy ilyen világhíres ember, aki még mindig megmondta, hogy fiút vagy lányt fog-e szülni. Ismered a sztorit? Nem. Bementek hozzá a nők, ugye, hogy mondja meg. És akkor azt mondta neked például, vagy a kedves feleségednek azt mondta, hogy lány lesz. És ő ezt beírja egy könyvbe. Ő mindig az ellenkezőt írta be, hogy fiú. Ugyanis, ha te tényleg lányt vártál, akkor elégedett voltál, mert az, ugye azt mondta az orákulum, hogy lány. Ha te fiút szültél, akkor ő visszament hozzád reklamálni, de neked a fiú volt beírva. És meg tudta mondani, hogy maga 3 hónappal ezelőtt itt járt, be van írva, hogy fiú, tessék. Mondjuk Louis Pádrász rendszer csak azért nem tudja lenyúlni, mert ezt ő már nem érteni. Nem, igen, de működne. Őt már elhassadt volna. De ez jó ötlet. Nagyon jó. Tehát ellenkezőt kell beírni, mint amit mondott, hiszen hogyha ha eltaláltad, akkor úgy sem vissza panaszkodni, ha visszajön, akkor neked be van írva az ellenkező. Én fiút mondtam, maga hallotta rosszul. Szenzációs. Nagyon okos. Mekkora ötlet. Nagyon okos. Egyszer megvizsgált, írja egy hallgató, hogy jó, le kellett feküdnöm egy asztalra. Mindenféle csikiző dolgot húzogatott rajtam, nem láttam mi az, mert be kellett csuknom a szemem. Írja nekünk egy hallgató. És ott is húzgálta? A csúnyádnál? Vagy? Igen. Én hallottam már olyat, írja egy másik hallgató SMS-ben, hogy nézzek meg egy videoklipet, vagy bökjek rá egy újságra, és be fog villani a megoldás a problémára. Azokban fogom meglátni. Kiválasztottam SP egyik klipjét. De nem jött a nagy megvilágosodás. Lehet, hogy rossz klipet választottam, kérdezi. Figyelj, az a megdöbbentő, hogy egyébként ebből emberek mennyire jól élnek. Nem? Szóval most képzeld el, hogy mondjuk 5000-et kérsz emberenként, és egy nap eljön hozzá 10 ember, és mindenféle baromságot mondasz. És meg vagy havi, vagy mindig keresel napi 30-40 ezer forintot, 50-et, számlamentesen, amíg a nap rád nem töri az ajtót, nem? És hogy egyébként ebbe emberek belekapaszkodnak. És nyilván van ennek azért egy olyan mélysége, amiben valóban bele lehet, tehát van asztrológia, van karma-asztrológia, tehát van számos olyan dolog, ami azért természetesen fontos, jó, és nem minden ilyen emberrel foglalkozó kókler. Uh-huh. De hát azért nagyon-nagyon sok. És 10-15 ezer ilyen állat. Gondold el, milyen jól élsz belőle. És rá lehet vajon kattanni? Ja, hát, hogy? Értem, hülye kérdés volt. Kérdeztem magamtól, rá lehet kattanni, aztán láttam a Wikit. Ja, ő teljesen. De ő már szerintem csak maga szórakoztatására megy, igen. Frabátó vagyok, a fénygyermeke. Jóska. Azt mondta Jós, írja egy másik hallgató, hogy 2 gyönyörű gyermekem van, mire én mondtam neki, hogy maga téved, mert 3 gyermekem van. Erre ő azt mondta, csak azt hiszi, hogy 3 gyermek apja. Béla papa az Ivekos írja nekünk. És akkor hazamész és megvered az asszonyt, hogy kitől van a harmadik, vagy mi? Igen. Nehéz. Egyébként még az lett volna jó válasz, hogy 3 gyönyörű gyereke van, nem annyi van, 2, a harmadik csúnya. A harmadik nagyon oda. Igen. Balázs Viki nálam volt, jó volt, főleg nekem. Kösz. Írja nekünk egy hallgató. Jó, nézzük meg még, hogy kinek mit mondtak. Jó, van még néhány percünk arra, hogy SMS-eket olvassunk be, jövünk vissza mindjárt egy apró szüret után. Kinek mit tanácsoltak? Most leginkább nem csak az, hogy mit csináltak, hanem hogy mit mondtak, milyen praktikákat ajánlottak, és bejött-e. Jó, várjuk az SMS-eket az SMS számunkra, mi pedig jövünk egy pici szünet után az SMS-ekkel és a nap legjobb pillanataival. Siker, boldogság, egészség, szeretet. Tavasz. Köszönöm. Látom a tavaszt. 3-4-10 van pontosan. Jönnek az SMS-ek, hogy ki mit élt már át. Pro és kontra egyébként vannak, szóval van, akinek működött, van, akinek nem. Azt mondta Jós, hogy nem ez az utolsó munkahelyem. Másnap ki voltam rúgva, írja Magdi. Apu anyu a Margit szigeten volt egy jósnőnél, aki megjósolta, hogy el fognak válni. Fater erre úgy kiverte a balhét, hogy összevesztek és el is váltak. Az milyen szép. Nagymamám, aki varázsló volt, egyszer azt mondta, kisunokám, a 10. születésnapodra varázsolok neked, mit szeretnél? Hatalmas falloszt vagy szenzációs memóriát? Nem emlékszem, hogy mit válaszolta. 9-7.
Érde nekünk, köszönjük szépen. Nekem azt mondta egyszer egy jós, hogy csak akkor gyógyulhatok meg, ha elválok a feleségemtől. Márk vagyok, 16 éves, még soha nem is volt. Még soha nem is volt feleségem. Azért vannak nagy benézések. Én már voltam démonűzésen, és amikor meghallottam, hogy vért is kell adni, majdnem rosszul lettem, de nem tudtam kimenni a teremből, mert 4 boszorkány volt körülöttem, nem mertem kisétálni. Azóta félek a sötétben, viszont minden bejön, amit mondtak, írja egy hallgató. Tavaly a majálison egy jósnő papagája kihúzta nekem egy kalapból a lottószámokat. Azóta vársz, gondolom. Azóta várok, hogy ezt bejöjjön. De már nagyon tetszik majális és a jósnő papagája. Tudod, mennyire reális, nem? Nyilván a majális alatt valami nagyon durva orákulum van ott. És miért nem a jósnő húzza ki? Hát persze, hogy a jósnő papagája húzza ki, tudod? Mekkora cirkusz, nem? Jöjjön aranyom. Robika kihúzza magának a lottószámokat. Óriási. Mi a 6 hónapos lányom egészségügyi gondja miatt voltunk varázslónál, transzba kellett esnünk, miközben a nejem micsoda megszoptatta, tisztába tette a kicsit. Készröhely volt. Nem tudom, ja, és a díjazás az 5000 forint volt. Egy kereplővel állapította meg, hogy mennyit fizessünk. És ezért fizette? Igen, és az a baj, igen, tudod, hogy itt jóindulatú, hiszékeny emberekkel élnek vissza. Én sokszor mondom, hogy talán kicsit az is ludas, aki azért elmegy és ebben hisz, de van az a típusú elkeseredés, vagy kilátástalanság, vagy tanástalanság, amikor már mindegy, csak valaki mondjon valamit, nem? Uh-huh. És ezzel a lelkiállapottal élnek sokan vissza. A sógornőmnek azt mondta a jósnő, a férje pár éven belül megköszöni az eddigieket, és meghal. Javasolta az életbiztosítás kötését, amit nála meg is tehet. Hát, figyelj, ez a tök. Na, ez szép. Ez a tök. Na, ez szép. Hogy egy biztosítási ügynök, aki egyébként jósnak álcázza magát. Igen, ugye? Ugyan, és hogyha előre gondoskodik a koporsójáról, azt 10% kedvezménnyel tudjuk adni. Még ezt is bevette volna a bizniszbe. Okos. Nálunk az anyós jár rendszeresen jósnőhöz, aki megmondta a párunknak, vagy a páromnak, hogy fiunk lesz. Majd mikor az orvos az ultrahanggal mutatta, hogy kis csaj, az anyós kiborult, őrjöngött, és közölte vele, hogy olyan nincs, a doki úgyis rosszul látja. A jós mondta a frankot, aztán természetesen kiderült, hogy nekünk lett igazunk. Na azért itt van egy kis baj. Igen. Nem? Nekem azt jósolták egyszer, hogy látom a tenyeréből, hogy egy héten belül virágokkal és dicsérő szavakkal árasztják el. Kezdtem örülni, mikor folytatta tovább, mi sem természetesebb, ez egy temetésen. Vannak jó SMS-ek, mondjuk a jósnő, aki egyből életbiztosítást köt, zseniális. Zseniális. Áru kapcsolás. Zseniális. Na jól van, oké, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Ma ugye vendégünk volt Gábor, akivel átbeszéltük a húsvétot, illetve reggel 7 óra után még egy hazai kereskedelmi forgalomban nem kapható kis kütyűről beszélgetünk, a Google Glass-ről, ami ugye nem sokára majd kapható lesz. Kielemeztük, sőt, mitől kipróbáltuk, hogy mit tud. Mit tűd ez, ez a kis szemüveg? Mit tűd a szemüveg? 3 perc van pontosan. 10 óra a Facebookon, vannak fotók a kis kütyűről, egyébként érdekes kis szemüvegecske volt ő. Ja, azt hittem a biosonkáról, hogy mi az Isten ez a biogömböt. Gabonasonka. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, hát megfogyatkoztunk, Csabi nincs. Nem. Nem, ne, tényleg már. Viki, lelkismert furdalásom van az előző miatt is. Miért? Hát ugye olyan itt fölhívtuk. Mikor azért fölhívnám, hogy bocsánatot kérjek, hogy az előbb hívtuk, de... Már az már nincs Anna is, nem tudok rendesen tárcsázni. Juli, te tudsz tárcsázni? Gyere, beavatjuk a Julit. Ne add oda a Vikinek, mert ne, Viki, ne legyél ilyen. Megcsinálom, tárcsáztam, gyerekek, bízatok bennem, jó kell, hogy legyen. Morning show? Hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, nem írtad alá, hogy hívnak? Petyus vagyok. Petyus? Igen. Hello, Petyus. Hozzászóltál még hozzá az utolsó témánkhoz, ugye kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak a jóslás témába, vagy ki mit kapott, kinek mit mondta, ki mit hallott már jósnál. Azt írtad, nekem a nejem azt jósolta, hogy ha megint megcsalom, akkor elválik. Be is jött a jóslat. Ez tényleg megtörtént? Meg, ha bár még papíron nem, de egyébként igen, már külön élünk. De egy kicsit olyan jó veszed, ugye? Felhőtlenül.
Hát egy régi gimis szerelem. Aha, tehát picit örülsz is. Mennyi ideig voltatok együtt? 23 évig. Megértem, hogy megkönnyebbül az ember ennyi év után. És egyszer nem, megcsaltad, nem, és akkor mondta neked, hogy ha még egyszer, akkor viszont tényleg elválik, igen, és megtetted igen. Még egyszer. Igen, igen, igen. De hogy már elmúltak az érzelmek, vagy csak nem bírsz a véreddel, vagy hát mi az oka? Is. Egy kapcsolathoz két ember kell mindig, ha működik ahhoz is, meg ha nem működik ahhoz is. Igen. Gyerek nem volt még a dologban? De kettő is van. Kettő, ó. És neked van már új párod? Van egy régi gimi szerelem miatt. Mi mindenki a gimiből? Vagy a feleségem nem is a gimiből? Nem egy ismerkedős típus. Hát akkor... Nem, az új páromban együtt jártunk gimnáziumban, és egy régi osztálytalálkozón. Jaj, de szép. Csak akkor beteljesedett ott a dolog. Igen. És az exednek van már valaki? Azt nem tudom, tehát ezt nem osztja meg. Aha. Megértem, hogy ez kicsit valahol zárkózott. Kicsit megértem, hogy az irányodban nem annyira nyitott több megcsalás után. Igen. Jó, azt hittem félig meddig hülyülsz, de akkor te lettél a nap hallgatója. Egy nagyon szép ajándékcsomaggal köszönnék meg, hogy minket hallgatsz. Pláne, hogy bemondtad, hogy Morning Show. Hol hallgatsz helyileg? Most éppen Szadán. Ó, ha ismered-e a Kassa Tibit? A Kassa Tibit nem, de itt valahol múltkor láttam egy ilyen valamelyik másik csatorna ilyen autóját, aminek volt egy nagy úszkáló állat a tetején, tehát sejtem, hogy valahol ott lakik, tehát a... Jaj, forgattak nála. Biztos mentek hozzá forgatni. Halas történetet, igen. Igen, tehát. Oké. De azért a is flexel gyakran, tehát illetve meg köműves, tehát pakolit, minden követ, meg ilyeneket hajnal 6-kor indulnak, akkor érzem az érzést én is. Az egy szimpatikus igen, dolog. Oké, köszönjük, hogy minket hallgatsz, küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen, köszi. További szép napot. Ciao, hello. Jól van, Csabi pihen, ugye, úgyhogy... Egy vicc, gyerekek, egy vicc. A Garami helyettesíti. Az nem vicc. De itt vagyunk, hello. Szerintem a Vadonnal közösen. Meg a Karolinával, igen. Gyerekek, hát mind a kettő fut, de hülyék vagyunk, vagyis én, hogy nem gondoltam erre. Ugye, a Jani simán. Is fut most, a Csabi is vesz, lehet, hogy... Egy... De miért nem hívtátok föl még egyszer a Vadon? Nem, nem akartam volna, hogy újra fölveszi-e. Nem akartam, de a Viki is akarta. Most nem... Igen. Jó, de Viki ilyen. Nem akartam, hadd pihenjen, megérdem. Jól van, Garami Gábor jön a kíványság műsor, akkor 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Ciao.